tisztelt utasainkat! A következő megálló kulturális szakadék. Kellemes utazást kívánunk! Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a kulturális Szakadék legújabb epizódja. Üdvözlöm a mikrofonoknál Ádámot. Sziasztok. Ákost. Sziasztok. Sziasztok. Csokit. Sziasztok. Alex vagyok én, és ma megint csak ilyen neoklasszikus kulturális szakadék az új hullám, ahol egyszerre beszélünk közéletről és egyszerre az érvényről. Az első felében az adásnak közéleti magazin műsorokat megszégyenítő tempóban végigvesszük a múlt hét legdurvább eseményeit, tehát hogy a tenger alá merülünk, és elsétálunk egészen Moszkváig, csak hogy ezer kilométerrel korábban megállunk és visszafordulunk. Ez az, az első rész, a második részben pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi az értelmiség, mi a szerepük, és hogy egyáltalán ki mit gondol arról, hogy hogyan lehet az értelmiséget definiálni, vagy épp ellen definiálni, kik az álértelmiségiek. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni a mai adásban, de akkor kezdjük a, a relevánsabb, aktuálisabb témákkal, menjünk hát a tenger alá. Ádám, bemutatod létszé ezt a hírt, mert tudom, hogy téged ez nagyon elkapott, tehát hogy... Hát szerintem nincs olyan, aki ezzel a hírrel a múlt héten ne találkozott volna. Engem elképesztően öh, lekötött napokig öh, olvasgattam a híreket, fejleményeket, néztem a TikTokon a mémeket, ez pedig nem más, mint az Ocean Gate-nek a Ugye itt arról van szó, hogy az Ocean Gate egy olyan vállalat, aki hát ilyen szervezett túrákat, hát ez nagyon rosszul hangzik, de valójában erről van szó, szervezett túrákat csinált a Titanichoz, ugye ez egy 4000 méter mélyen lévő hajóroncs, ugye mindenki hallott róla, meg látta a James Cameron filmjét róla, és ugye mi is beszéltünk róla a vágatlan verzió, úgyhogy ez egy ilyen cross promo. Úgyhogy azt hallgassátok meg. És hát ez az Ocean Gate-nek ez most már a többedik merülése volt, viszont vasárnap elvesztették a jelet, és hát csütörtökre kiderült, hogy valószínűleg a levegő is elfogyott. Majd utána megtalálták a tengeralattjának a, a törmelékét, mert kiderült, hogy a tengeralattjáró nem bírta a nyomást, és hát így ez, mi, mi volt a kifejezés implosion, tehát így befele robbant össze a nyomástól és hát a benne lévő öt utas uh, meghalt, akik egyébként uh, uh, ilyen. Uh, egyrészt a vezérigazgató volt ott, meg további ilyen milliárdosok, akik hát uh, én ezeket unatkozó milliárdosoknak hívom, ez lehet hogy rosszul hangzik, de valójában erről van szó, és, uh, és hogy én azért is akartam erről a témáról beszélgetni, és hogy egy kis ilyen kontextust adjak ennek az egésznek, még akkor akartam beszélgetni, amikor még nem került ki, hogy mi ennek a szornak a vége, és a TikTokot, ez megint egy ilyen TikTok vita lesz, de TikTokot elárasztották a és a poénok, ugye. Az egyik oldala az volt a mémeknek, hogy ezt az egész tengeralattjárót egy Logitech 50 dolláros kontrollerrel irányították, ami hát egyrészt szürreálisnak hangzik. A másik szerintem arra mutatott rá, hogy az emberek nem szeretik a gazdag embereket, és ez most már sok a kijön, és itt már beszélgetünk a parazitáról, ö, ö, egyéb más ilyen a szomorúság háromszögéről, mint filmről, meg hogy Trump megválasz, hogy van egy ilyen, egy ilyen elitellenes, de nem is inkább, ezek a gazdag emberek, meg a gazdagoknak a furcsa hobbiai elleni kikelés az emberek részéről, és ez szerintem megint egy ilyen példázata volt, hogy ez a TikTokon nagyon jól be tudod gyűrőződni, és az egész egy kicsit nekem olyan volt, és hogy ha úgy szeretné végigvenni ezt a történetet, hogy nézzük meg ilyen különböző nézőpontokat a történet kapcsán. Ez egész olyan volt, mint egy Black Mirror rész. Lakik, nem vannak több ezer méter mélyen, hogy a levegő, mindenki nézi a visszaszámlálást, fogy el az óra, fogy el a levegő, fenn meg röhögnek az emberek, teljesen abszurd szituáció, és én azon gondolkodtam, hogy asszus, ezen éri nevetni, hogyha amúgy vicces a mém, közben úgy a másik nézőpontból itt emberek haldokolnak, Szóval nekem ez egész nagyon-nagyon furcsa volt, és szerintem egy nagyon Black Mirror-szerű dolog jött így ebből ki. Aztán kiderült, hogy valószínűleg már vasárnap ugye meghalt az egész utas, hogy az egész ilyen mémezés, meg aggódás kor már ezeken az eseményeken túl voltunk. Úgyhogy ez egy kicsit zárójelbe helyezte ezt a történetet, de én visszamennék abba a pillanatba, amikor fennáll ez a levegő fogyásos pillanat. Szerintetek lehet -e ilyenkor viccelődni, vagy hogy ez, ez gusztustalan dolog? Öh, hát kezdjük azzal, hogy igen, tehát, tehát amúgy nekem az jutott es, az él, az eszem, hogy az élet az mindig prózaibb, mint amit így ki lehet találni, hogy amúgy ez egy elképesztő ilyen, tényleg egy ilyen kamaradráma, amit így oda képzel az ember, meg amúgy én is azon gondolkodtam, hogy te jó Isten, mondjuk mi ilyen ott lennénk, miről beszélgetnénk így, a, miközben látjuk, hogy fogy a, a kibaszott levegő, és amúgy ilyen szabadban rohadt volt a média hozzáállása ez, hogy ilyen kicsit olyan volt az egész, mint egy ilyen valóvilág élmény, vagy itt tudjátok, régen a valóvilág úgy volt, hogy a fókusznál, amikor ment a fókusz, és a valóvilág kiszavazó show, ott írta alul, hogy így milyen esemes számon lehet, ugye, így és hogy hány százalékon állép a Anikó versus Alekosz, és hogy mennyi idő van még hátra. És basszus, most amerikai tévéken az, a híradás közben ugyanígy volt ott a számláló. Antil until oxygen depletes, és akkor ott volt 25 óra, 36 perc, 24 másodperc, és így ment egy lerejebb, és így azt éreztem, hogy ez már egy ilyen deszintetizálása az ember, de deszenzitizálása az embernek, hogy, de jó ég, tehát hogy nem lehet ezt úgy megélni ennek a, a borzasztó drámáját, hanem hogy az egészből már is egy ilyen valóságsót kell generálni, és és hát igen, de az élet aztán prózaibb lett, mert hát tényleg kiderült az, hogy igazából nem volt ilyen helyzet, mert hát egy másodperc elhúnytak, és nem is ez valószínűleg nem is fogták fel, hogy így veszély van, vagy bármi történik, hiszen azonnal be összerűmódott. Én mint egy konzervdoboz úgy kell ezt elképzelni, vagy mint amikor a szelektív műanyagot így összerűmód a palackod. Nagyon durva egyébként szerintem az a halál nem is. De hogy viccelődni szabad-e? Hát... Ez a én ebben szélsőséges véleményem van, szerintem, szerintem így bármivel lehet, meg kell is viccelni, meg nyilván az van, hogy, hogy ezt valahol meg se lehet állítani, vagy hogyha inkább nekem az a bajom ezzel, hogyha felmerül az a kérdés, hogy szabad-e viccelni, akkor inkább az a következő kérdés, hogy akkor hogyan szabályozod meg, hogy ne viccelhessenek. nyilván volt, már... a szólásszabadság része az, hogy ezzel lehet viccelni, tehát nem is így kérdezem, igen, igen. hogy ezzel ízléses, e... én bevallom, hogy én röhögtem egy-két egy, egy poénon. Egyszerűen nem tudtam azon nem nevetni, amikor, amikor vágtak olyan képet, hogy len vannak a tengatjáró rómjánál, és hogy így diszkonektel a, a Logitech kontroller. És basszus, én röhögtem. <laughs> Jó, igen, ezen én is, de... de igen, ahogy, és hogy, ma... de, hogy ettől rosszabb ember vagy el, te érted, amit akarok kérdezni? Még, még egy dolgot ide hozzáfűznék, aztán tovább is adom a szót, hogy, hogy itt most volt egy ilyen narratíva azután, ami má, már alakult ki, hogy ma, ma jött a hír, hogy kiderült, hogy majdnem a Mr. Beast is rajta volt ezen a, a Titan-en, hogy nem tudom, ezt így ha hallottál-e, hogy... Hogy a Mr. Beast-et meghívták, úgy, pont erre a merülése, és egy Facebook Messengerben is, egy visszautasította, és hogy milyen jól tette, de hogy, és akkor erre kialakult így a kommentekben, hogy ha Mr. Beast rajta lett volna, akkor tuti, senki nem viccelődne. És hogy kicsit ez is, hogy akkor most, tehát hogyha egy hogy olyan gazda, hogy a viccelődni, amúgy oké, okay, de hogyha Mr. Beast rajta lenne, hát ő túl kedves ahhoz, hogy viccelődjünk vele, szóval ez is érdekes. Én nem gondolom feltétlenül ennek, de, de kíváncsi vagyok a többi véleményekre. Én uh, szívesen csatlakozom. Az a helyzet, hogy e, vannak a TikTokon belül és a TikTokon kívüli emberek. Szerintem ez ilyen szempontból lehet egy fontos uh, nem tudom, nézőpontváltás, hogy engem így kevésbé öntöttek el a, a mémek, vagy így kaptam mémeket, de szerintem ami a TikTokon lehetett, az egy sokkal nagyobb, uh, ilyen uh, áramlat, és, és én valahogy nehezen tudtam így érzelmileg bevonulni ebbe a történetbe, és most uh, ma így sokat uh, twittereztem, még TikTokra is felmentem, hogy valahogy így felpumpáljam magam, és, uh, és így uh, keressek bármit, ami, ami így uh, segíthet ebben. Uh, minden esetre én, én igazából azt gondolom, hogy nem izléses nem uh, viccelni ezzel, nyilván lehet viccelni, én azt is gondolom, hogy hogy talán ebben az egész ilyen reality vállásban részt venni, az, az nem, nem, egy jó dolog. Én, én, valahogy azt... Szóval nyilván itt, itt hogy ez egy ilyen könnyű dolog, mert hogy ők ilyen arctalan milliárdosok voltak, vagy amennyire én utánuk néztem ilyen brit üzletemberek, vagy voltak ott egy pakisztáni apa-fia páros, vagy afganisztáni, nem is tudom pontosan, hogy, hogy milyen nemzetiségű, de hogy ilyen arctalan üzletemberek, de hogy én így kevésbé éreztem őket, akár így közszereplőknek, vagy bármilyen ö, figuráknak, szóval szerintem ők inkább ilyen emberek voltak, akik lementek és meghaltak. Nekem ami ilyen kérdéses volt még így ennek kapcsán, hogy lehet-e így mértékegysége a tragédiának, vagy nem is tudom, szóval, hogy én, én még kamaszkoromban gondolkodtam azon, amikor a Paul Volcker mondta, hogy ha ő vezetés közben meghal, akkor gondoljanak rá úgy, hogy boldogan halt meg, és ez nem egy szomorú dolog, hogy én mennyire így nem szeretnék vezetni, vagy most hamarosan vagy megtanulok vezetni, meg ilyenek, tehát ez itt tervben van, de mindig arra gondoltam, hogy ha én vezetés közben meghalnék, az mekkora szívás lenne, mert hogy én amúgy sosem akartam vezetni, meg hogy így hagyjanak ezzel békén, és az én autóbalesetem, és a Paul Walker között amúgy van -e egy ilyen különbség, értitek, hogy mire gondolok szerintem, tehát így tragédiában, és szerintem ilyenkor ez mindig felmerül, meg ugye a hegymászós uh, tragédiánál is felmerül, hogy azoknak az embereknek a halála, akik egyébként tudatosan választottak egy kockázatos dolgot, az vajon valóban tragikus-e, vagy hogy mennyire tragikus. És én valahol ott vagyok ebben, hogy szerintem úgy lehet mérni a tragédiákat, tehát vannak különböző mértékű tragédiák a halálon belül is, de hogy a halál az már önmagában egy aktora tragédia, ahol, ahol így nem, nem, nem ízléses ezen így ércelődni vagy viccelni, főleg amíg még így benne vagyunk ebben a dologban. De én ugye nem kaptam ezeket a TikTok mémeket, szóval valószínűleg belőlem is kitört volna a nevetés, tehát nem akarok egy ilyen hipokrita pozíciót felvenni. Hát első körben én azt mondanám, hogy ami vicces, azon, azon az ember nevet. Tehát, és, és, és hogy szerintem ez ennyire egyszerű. Tehát, hogy a, a humor, meg a vicc, az ennyire zsigeri, ennyire uh, mélyen van, és pont ez benne a fantasztikus egyébként. Ami vicces, azon az ember nevet. Tehát, hogy uh, szerintem ez, ez, ezen nincs mit moralizálni. Az egy másik kérdés, hogy te te csinálnál -e ebből viccet? Tehát, hogy te tevőlegesen csinálnál le sorozatban viccet valaki más nyomorából, meg tragédiájából a TikTokra, ez szerintem egy másik minőség. Én azt gondolom, hogyha éppen emberek haldokolnak, akkor te ne gyártsál egyébként vicceket TikTokra. Szóval, hogy itt, itt az aktív szerep. De hogy, hogyha meg éppen egy beszélgetésben pont úgy jön ki a lépés, hogy pont kimondtál egy kurva jó point ezzel kapcsolatban, és mindenki más rög. annak is szerintem más a minősége. Szóval, hogy itt szerintem a belefektetett energia mértéke az valahogy összefügg azzal, hogy, hogy mennyire ízléstelen az, amit éppen csinálsz. És talán egy kicsit azt érzem, hogy amikor a, amikor a mém oldalakon politikai hasznot húznak abból, hogy dezinformálnak, és gyártják folyamatosan a, a mémeket, ugye akkor vicces dolgokat csinálnak, de hogy annak megvan ez a dezinformációs aspektusa, ami, ami etikátlan minimum, hogyha nem, még súlyosabb, és hogy a. Én kicsit ezt érzem ezzel kapcsolatban is, hogy maga a vicce szerintem nem bűn, az a kérdés, hogy milyen hatása van. És akkor, amikor emberi életeket dehumanizálsz a vicced által, és ezt ilyen iparilag teszed az interneten, akkor érzem azt, hogy akkor ott abban van valami felelősséged, ott valamit éppen elbaszol, ott valami olyan érvénytelen dolgot csinálsz, amit nem kéne csinálnod. A másik dolog, amit most Ákos mondott, az a marhára egyetértettem, hogy szerintem igenis tragédia és tragédia között nagyon, nagyon nagy különbség van. Hogyha az ember rendszeresen extrém sportol, akkor pontosan tudja, hogy abba ő belehalhat. Hogy annyira extrém dolgot művel, aminek van egy nagyon súlyos kockázata, és ha valami rosszul sül el, még akár nem is az ő hibájából, akkor annak nagyon jelentős következményei lehetnek, és szerintem amikor felnőtt emberek nagy felelősséget vállalnak, és eközben meghalnak, az egy ilyen racionalizálható dolog, hogy oké, okay, most így nem döbbenünk meg rajta, és nem roppanunk össze. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mondjuk a, a szeretteiknek ez a fajta gyász könnyebb lenne, mint, mint, a, mint a másik esetben, amit Ákos felhoztál. Úgyhogy szerintem itt meg ilyen perspektíva különbség van én azt gondolom, és, és van egy történet amit be akarok hozni, hogy ami, ami, nekem ilyen nagyon megrázó történet volt, hogy nagyon kacérkodtam a sikló ernyőzéssel korábban, és volt egy ilyen borzasztó magyar tragédia, hogy egy uh, magyar siklóernyőző kényszerleszállást hajtott végre egy nagyon magas, 15 méter magas fatetején, tetején, úgy, hogy alpinista végzettsége volt, úgy, hogy sikeresen leszállt, úgy, hogy kikötötte magát, rögzítette magát a fához, hogy minden esélye meg volt hogy, meg, hogy túlélje, tényleg, tehát hogy teljesen profin járt el, és uh, még rádiós telefonjuk is volt, és felhívták a mentőszolgálatot, csak éppen a hegyi mentő könnyű kis helikopter máshol volt, és ezért kiküldtek egy kétrotoros katonai repülőgépet. És a kétrotoros katonai repülőgép nem mérte fel, hogy veszélyezteti az embert a fán, és konkrétan addig cseszelődtek, amíg le, le nem fújták a fáról az embert, és meghalt a sérüléseibe, és ez csak és kizárólag a segítőknek a felelőssége volt. Tehát, hogy euh, én inkább ezt tartom ilyen elképesztő tragédiának, amikor minden esélyed megvan arra, hogy túléld, minden kompetenciád megvan arra, hogy biztosítsd a saját túlélésedet, és valaki más is jön és megöl téged. Tehát, hogy és, és, hogy, és hogy nem szándékosan, nem rossz indulatból, nem azért, mert érdeke van benne, hanem azért, mert béna, és hogy nem tudnak jó döntést hozni. És hogy én ebben látom az ilyen egészen elképesztő tragédiát, hogy egy ilyen ostoba, banális hülyeség miatt meghalni, hát az szerintem sokkal borzasztóbb dolog, mint az, hogy vállaltál egy kurva nagy kockázatot, lementél nem tudom ezer méter mély mélyre az óceánba, és hát meghaltál. Nem olyan más azért, mert bocsánat, csak hogy itt pont erre ráreflektem. Azért itt, itt itt van egy, szerintem itt van, akinek többet felelőssége van ebben a kérdésben. Mert hogy értem, hogy aláírnak itt szerződéseket, meg itt mindenki tudta, azt nehéz azért, amikor írva látod, meg így felfogni, hogy hogy itt mekkora a kockázat. És főleg, ugye itt volt egy 19 éves fiú, aki meghalt, és hogy szerintem itt azért felmerül egy kérdés, hogy itt Hát igen, hogy az ő részéről is ez csak egy ilyen esztelen hóbort volt-e, vagy hogy... Hát Jó, ott az ő a legnagyobb tragédia, az mindenki... Nyilván lenne. az ő a legnagyobb tragédia, én, én, én is, hogyha számosítani lehet, akkor itt, itt lennék benne. És, és egyébként a valami megérintett, vagy valami idegesített a, a folyamban, amiben próbáltam belekerülni, az a heroizálás. Rengeteg mm. ilyen képet olvastam, hogy ennek az apának és a fiúnak. Most már örökkévaló a kapcsolata. Ők felmerték fedezni az óceánokat, a tengereket, szóval, hogy így... Úristen! Ne, ez, szörny, egy, ez is egy... Ezzel ez, 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 ez szemben a viccom sokkal érvényesebb szerintem. Tehát, hogy ez a, ez a fölösleges heroizál, ezek nem hősök, még csak nem is felfedezők. Hát nem vicceljen már senki, hát ez egy katasztrófa turizmus nagyon gazdag emberek számára. És egyébként erről is lehetne beszélni, hogy mennyire mennyire oké és ez, hogy az Everestre járunk, mert van elég pénzünk, mert lemeltünk a, a Titanicot megnézni, mert van elég pénzünk, és hogy lehet, hogy ezeket a dolgokat tényleg meg kéne hagyni, akik ezeket szakmájuk szerint csinálják, és tényleg felfedezők, akik, nem tudom, a James Cameron azért megy le, hogy az teljes mértékben feltérképezze egy hajót, hogy tudjon csinálni egy olyan kordum egy dokumentumfilmet, meg egy, meg egy, normális filmet, ami, ami nem tudom, értéket képvisel, és nem csak egy ilyen beteljesületlen vágy az emberbe a, azért, mert te is illik elmenni. És tehát, hogy vannak ezek a helyek, amik így folyamatosan növekeznek az embernek az ilyen bakancs jó, hát ide is el kéne menni, mert megtehetem, mert ide is el kéne. Nincsen szükség rá. Egy szoros monitoron keresztül látsz valamit, ami tényleg durva, hogy ott van. Tehát, hogy valahol értem ennek a szentimentalizmusát, de, de azért nem tudom, ezek hamis ábrándok, és amúgy a viccel kapcsolatban szeretném még fel, felhívni egy dologra a figyelmet, vagy egy nézőpontra, hogy érdekes, mert ha nem lettek volna ezek a viccek, vagy nem lettek volna ezek a mémek, akkor senki nem érdekelt volna ez a történet. Tehát, hogy ha lejött volna egy hír, szétnyomta őket, azért izé eltűntek. Én addig nem is nagyon foglalkoztam szerintem vele, ami... Ez, ez, ez jobb lett volna így egyébként, én nem, ezt gondolom. Nem, nem én szerintem, nem, én pedig pont másként gondolom, mert oké, okay, jöttek a viccek, viszont egy csomó aspektust ennek kapcsán átgondoltam. Még ugye amikor eltűnt, hogy milyen lehet lenni, és sötét zúgban fogy a levegő, ö, mik lennének az utolsó gondolataim? Mivel tudnék nyugtatni a másikat? Én mit gondolnék? Hát -e rengeteg dolgot átgondoltam, meg nyilvánvalóan szü születtek olyan TikTokok, -ok, amiket más perspektívából világítottak rá erre a kérdésre, és azt mondták, hogy gondolj bele, hogy mi, mi mindent odaadna az az ember, az a milliárdos, az összes rohadt dollárát odaadna azért, hogy egy, egy levegőt szívhasson veled, és hogy a te levegőd most mindennél többet ér ennél, és hogy csomó ilyen életes perspektíva, meg hogy így nem tudom, az ember így elhelyezte magát ebbe az egész ilyen világrendbe. Nekem így nagyon tanulságos volt ez a történet, és én egy csomót gondolkodtam ez ennek a nem vicces oldalán is, és hogy ez biztos nem történt volna meg, hogyha nem lettek volna viccek, mert akkor nem hívta volna fel a figyelmet erre a sztorira ez az egész. Igen, én is azt gondolom, hogy a vicc az egy ilyen lejtő, vagy egy csúszda, hogy, hogy a témák, vagy egy mélyebb témákba is be lehessen menni viszonylag könnyű belépési küszöbbel. De egyébként én még egy dolgot akartam itt a vicc kapcsán, amivel egy kicsit így nem teljesen értettem egyet a, a, a csoki megállapításával, hogy szerintem itt ezt a viccet amúgy nem ö, a rossz indulatú emberek írták, hanem ezt a viccet az élet írta, olyan szempontból, hogy ez a logitech ö, dolog, ami itt történt tehát hogy mondjam, én, én, azt látom azokban a mémekben, amik például, és szerintem ez volt a többség, ez a logitekes, hogy megtalálták a víz alatt az Xbox kontrollert, meg mit tudom én, hogy, hogy ez egyszerűen annak szól, hogy annyira abszurd, hogy hogyan fenébe lehet egy 50 dollár, tehát ezek gazdag, hipergazdag emberek, akik milliárdokat adnak ennek az Ocean Gate-nek, és, és lemennek egy ilyen kis joystickkal, és hogy, hogy ráadásul nem tudom, hogy a hiba az most Nyilván nem igazán. Hogy... Nem, nem, nem semmi köz... tehát, de, de, na Úgy a Logitech szerintem azért egy jó szimbólum ennek a, a dolognak, mert még csak nem is arról van szó, hogy egy kontrollerrel irányították, hanem, hanem egy Logitech kontrollerrel. Tehát, hogy még a kontroller közül se az, ami mondjuk egy ilyen nagyon precíziós, a legjobb, a Most ezt most Az, amit igen. megveszel, és a földhöz baszod, mert felidegesed, és annyira nem sajnálod, mert nem, nem, nem a legjobb. Tehát nem egy a legjobb PS kontroller, vagy, tehát, vagy nem tudom, mivel drónokat irányítanak, biztos lehetett volna sokkal jobb minőségi dolgot, és hogy vagy ennek az egésznek az, ilyen budget élménye, tehát az egész tenger adott egy ilyen budget élmény, emiatt nem is bízhattál benne, meg az anyagok, amiket használtak, a karbon, titán, ötvözet, egyébként tényleg uh, a bohózó beszélték, és nem is jutott eszembe ez a gondod, hogy maga elnevezni ezt a tengeratjárót is titán. Tehát, hogy az emberi hűbrisz hova megy, és yeah, yeah, yeah. de nem de, 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 de hogy ezek a viccesek, szóval hogy itt az abszurd a vicc, és hogy ezeket nem az emberek találták ki, és nem ők, nem a tragédiából csináltak viccet, hanem abból, hogy egyszerűen basszus, az élet így hozta, és én, ez valami elképesztő. Én... Nekem muszáj visszakérdezem, hogy akkor hogy, ö, hogy, hogy, hogy nem az emberek csinálták ezt. Mert értem, hogy a maga a helyzet abszurd, de hogy, hogy én arra gondolok, hogy te, te azt mondani, hogy ezek a. Ezek a mémek, meg ezek a videók így. A, nem, nem a rossz indulatú emberektől jönnek. Hát én kifejezetten ezt. A, ezt a dühöt éreztem a gazdagok iránt, és hogy na most végre, végre meg, megkapják ne. ezek az emberek. Van egy kis gúnyolódás, én nem mondom, de hogy egy kis, kis gúnyolódás. Például, például rossz, indulat, rossz indulatból csinálták ezeket a, ezeket a mémeket. Nem hinném. Tehát ezen már önmagában, hogyha ezt a listát, fősod, amikről itt beszélgetünk, már önmagában ez vicces. Ezek a. tézőjelben lettek becsatornázva egy keretrendszerbe. Én, én azt is gondolom. azt gondolom, hogy aki, aki igazán gyűlölködött, ő nem mémet csinált, hanem, hanem, hanem egy kárőrvend, de, de most az nem kárőrvendés, hogy kineveted az 50 dolláros logiteket, hát most ezen de nyilván... Nem, nem tudom, én én valahogy azért én nehezen látom itt a vonalat, ami, ami elválasztaná ezt a kárőrvendéstől. De, de, lehet, hogy, hogy ott van ez a vonal, és akkor ők meg tök kedvesek. És én még csak annyit mondanék, hogy, hogy szerintem egyébként nem, tehát én kitartok amellett, hogy szerintem nem, nem, jó, hogy ez felmerült, és amit Ádám mondtál, hogy mennyi mindent átgondoltál, és hogy, hogy ez tök jó, meg hogy mennyi fontos témára felhívta ez a figyelmet, ez nekem egy ilyen valóvilágos érvelés, vagy én végignéztem a valóvilág tizedik szériáját, szóval, hogy de én én itt, itt, itt vagyok ebben a történetben, és ott nagyon sok ilyen posztot olvastam, meg én is sok mindent el tudtam mondani. hogy hát nagyon sokat tanultam a párkapcsolati erőszakról, eh, arról, hogy oh. eh, a toxikus kapcsolatok hogyan működnek, meg hogy így különböző helyzetek, de hogy igazából talán nem kellett volna valódi embereket nézni, hanem meg lehetett volna nézni egy, nem tudom, mélytengeri filmet, meg ilyesmi, is, hogy így... Te várjál, Ákos, az egy mesterségesen kreált balhé világ, ahol embereket előre kiszelektálnak, hogy balhézzanak. Ez pedig az élet írta ezt az egész helyzetet, és erre csak reflektálások születtek. Ne, nem tudom, én azt gondolom, hogy amúgy jobb, jobb lett volna, hogyha ebből a tragédiából így nem, nem születik egy ilyen nagy mémhalmaz. Meg amúgy szerintem tök más, és, 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 és el kell jutni a 21. századból, hogy ezt most tényleg ismerjük be, hogy tök más az interneten valamiből viccet csinálni, mint élőben valamiből viccet csinálni. Ezek az emberek nem kezdtek volna el, biztos vagyok benne, az ezek az embereknek a 90%-a ott lenne a, a, a hozzátartozó, aki, uh, aki elvesztette egy családtagot, Ezt nem csinálna viccet. és ennek szerintem van jelentősége. Tehát, hogy van jelentősége. És tényleg, csak megint csak, hogy a, megint egy viccfaktort rakjunk bele, amikor eltűntek. A csávo, egyik csávónak a gyereke elment Csokit uh, Mm, csak fogja, mert az ilyen, az ilyen, milyen zenekar? Blink. Uh, blink forti van, nem? Mindegy. Nem, nem, nem. Stanford Blink 182. tényleg. igen, van 82. És elment egy koncertre, és akkor kijött egy poszt, hogy jó, izgulok, de most le kell vezetnem a stressz, mert a kedvencen akarom, je. Yeah. És hogy te annyira Black Mirror, hogy nem tudsz nem röhögni. Egyet, én, egyet, egyet, én, azt aláírom, hogy ezzel lehet röhögni, meg szerintem én is röhögtem volna rajta, hogyha ezeket látom. Én csak azt mondom, hogy szerintem amúgy jobb, hogyha ezek így elsüllyednek és megmaradnak azok, amik. Hogy, hogy balesetek és, és tragédiák. Mert szerintem egy csomó olyan tragédia van, amin végig lehetne ugyanígy pásztázni ezt a dolgot. Iszonyat elképesztő balesetek vannak, szerencsétlenségek. És hogy szerintem jobb, hogyha ezek így azok maradnak, és nem gerjed belőlük egy ilyen nagy mém. Na jó, akkor mondok egy másik vetületet. Még, még szeretném ezt. Tehát, hogy, hogy a, ma, a ma mém, az így egy ilyen közös kulturális nyelv, ahogyan tovább hagyományozunk így, így sztorikat, és hogy vannak a viccek, és hogy például viccek voltak, hogy is mondjam, a háborúval, a cigányokkal, a, tehát borzasztóan ö, véres és ö, rosszista, és hogy de tényleg, tehát komoly dolgokkal. És senki egy pillanatig nem kezdett el gondolkodni, hogy ú, hát ezt a viccet, hát ezt nem kellett volna elmondani, illetve manapság már gondol gondolkodnak ezen, de hogy szerintem ez nyilván a közösség magától, tehát ez magából fakad, tehát hogy mi, hogy így adunk tovább történeteket, szerintem ez mindig volt, tehát háborús viccek, Szerintem a, a katonák vicceltek a legtöbbet a háborúban azon, hogy mennyire szürreális az az egész, ami ott történik. Azt mondta, a, a kiírta az ötös számú vágóid, a, a, segítsetek Von már egot. a vonegút. Van egy hogy erről nem lehet másképp beszélni, csak a vicc nyelvén. Tehát, hogy nem lehet a háborúról, meg ilyen véres dolgokról. Most nyilván nem akarom azt mondani, hogy ez egy háborús helyzet, hogy a, hogy a, lemerül, de ez is egy élettragédia. És én tényleg azt gondolom, hogy bármilyen tragédia történik, vagy bármi, ami, ami, megborzolja egy kicsit az ember lelkét. És mondom, ez egy olyan sztori, tehát azt hallani, hogy süllyed le egy tengeralattjáró 72 óráni levegővel, és semmi esélyed kiútni, az amúgy borzongat, de hogy csinálsz egy viccet belőle, továbbadod egy kicsit, kicsit talán csavarsz is egyet a sztori, rávilágítasz más elemein, én ebben Ádámmal is egyetértek, és én tényleg azt gondolom, hogy ez, 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 ezzel nincsen probléma. Én, szerintem én nem... egy biztos, hogyha mondjuk ebben van talán vita is köztünk, de lehet, hogy is egyet fogtok érteni, ez még mindig egy érvényesebb feldolgozás egy ilyen eseménynek, mint amit egyébként a média szokott csinálni, az elképesztő dramatizálás, a, a, a visszaszámlálás, a levegő ki tudja, hogy meg tudjuk. -e. Tehát hogy érted, hogy mire gondolok? És a vicc csinálás, én azt gondolom, hogy az inkább oldja a feszültséget az emberekben. Ez a, ez a, ez a funkció, én nem véletlenül alakul ki, gondolom. Alapvetően én tökre egyetértek. Ezzel az állítással nekem csak az a problémám, és szerintem Ákos is valami ilyesmit akart mondani, így a tragédiákkal kapcsolatban, hogy akkor, amikor benne vagy a helyzetben, és ott viccelsz, na hát annak kurva nagy érvényessége van. Meg amikor kijöttél a háborúból, és próbálod feldolgozni utólag azt az elképesztő nyomorúságot, ami ott veled történt, és viccelsz, és viccelve írsz, és humorral, és groteszkel oldod fel ezt az egészet, és ez egy feldolgozási mód, akkor oké. Okay. De akkor, amikor a rohad biztonságos otthonodban egy, mit tudom én, egy nyugati nagyváros mit nyolcadik emeletén egy légkondicionált lakásban a több százezer forint a setupod mögött csinálod a rohadt mémeket az interneten, azért ez egy jelentősen érzételem. De várj, de, 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 bár, bár, de ilyenkor, ilyenkor viszont tényleg van aspektusa annak a, a körülménynek, hogy egyébként ők egy még valószínűleg nagyobb városnak a még magasabb hát ez ö, az. Ö, 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 hogy mondjam hotelszobájából szemlézték egyébként a világot és unatkozásukban lementek hát de egyébként ez az átám, hogy ezt a, ezt a relációt nem érzi ut utána át a nyugati ember, aki a mémet csinálja, hogy ő meg ott ül egy hasonlóan ö, nem igazságtalan, hasonló, nem. de hasonló, egy egy afrikai nem. éhező nem. gyerekhez képest ugyanennyivel vagy gazdag. Nem. Ne. Ne. Figyelj, ne. Hogy Csak, nem. Érdekes, érdekes, hogy azon nem megy a poénkodás, amikor naponta nem tudom hány száz, hány száz ember fullad bele a földközi tengerbe, mindenféle szaros ladikog van. Érdekes, arról nincsenek napi szinten mémek. Miért nincsenek? Hát nem azért, mert borzasztóbbnak találják az emberek, hanem azért, mert nem ennyire jól tematizálható Ádám. Ezért. Mert borzasztóbbnak nem. Borzasztóbbnak találják az emberek. Nyilvánvalóan borzasztóbbnak találják az emberek. Hát, hogyha így megkérdezed egy kérdeibe, akkor azt mondom, hogy valószínűleg azt mondanák, hogy igen, borzasztó, mert több lélek szám, nem tudom. De azért eszükbe nem, se hát... jut Ádám. Nem jut eszébe a tinédzsernek a TikTokon, és nem csinál belőle mémet. Ezért. Nem. Hát, ami hát nem. Nem, nem tematizálható. Egyszerűen nézd meg, hát. Mi, 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 az abba? Abba semmi vicces nincsen, nincsen nincs egyszerűen emberi közrehatás, meg balfasság, meg a minek ment oda a faktor, tudom, ezt lehet gúnyolni, meg szokták is, meg mi is szoktuk, de hogy azért valami, mégis rátapint, hogy az, az emberből kijön, aminek ment oda. Nem, tudod, tudod, mit gondolok erről, hogy ugyanaz történik a, a menekült válságban át, megtörténő tragédiával kapcsolatban, mint ami az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban megtörtént, hogy egy idő után szaturálódott az ember, és már nem érdekli. Kevesebbet voltak ott a hírekben, mert kevesebb katintás született belőle. De, és is volt nem is már nem gondol, rá. nem gondol rá, nem gondol belőle, rá és erre se, erre se gondol, ezért nincsen belőlem én. Mert hogy nem gondolunk erre de, de, az egészre. Hányszor de, szor, jutott eszedbe, a mostani, a mostani előtt egy héten átlagosan hányszor jut eszedbe, hogy emberek megfulladnak a földközi tenger. Érdekes, érdekes, hogy, nem jutott eszembe, de erre megint csak jó volt ez a víz, nem? hogy eszembe jutatta ezt az aspektust is. Hát az a jó, hogy mi most veszelgetünk el. De nem, én is, én is, azt gondolom, hogy amúgy itt, itt a pont, hogy ez egy tünet, hogy nincs erről vicc, mert hogy ez azt jelenti, hogy valami nem jól működik. Tehát, hogy, hogy az, hogy a, vannak bizonyos dolgok, amikkel nem viccelünk, hanem végtelen polarizáció van, és hogy a média meg a politika is abban érdekelt, hogy folyamatosan feszültséget szítson belőle, és mérget meg haragot, ahelyett, hogy egy nevetséges dologgá tenni. Szerintem. Tehát most érted, olyan dolgokat teszel nevetségesé, amit feldolgozni akarsz, vagy amivel, vagy amivel így amiről akarsz így normálisan beszélni, és olyan dolgokkal nem viccelsz, amit, amit nem akarsz, hogy megbeszéljenek az emberek, hanem azt akarod, hogy hogy dühöngjenek és, és köpködjenek, vagy éppen végtelen nagy szomorúsággal viszonyuljanak hozzá, én hogy nem értek egyet, Alex. Nagyon sok dologgal nem viccelsz, és a legtöbb dolog ezek közül olyan dolog, amit téged egész egyszerűen nem érdekel, és semmilyen szinten nem mozgat meg. egy gyors kiegészítést tennék, hogy én szerintem voltak migráns viccek, már csak azért is gondolom ezt, mert volt még ilyen előadás is ezekből, és én nekem a, a kedvencem, majd ezt belinkelem, hogy volt óvodában, hogy nem általános iskolás, alsós gyerekek farsangján ilyen migráns jelenetek. Nagyon-nagyon szürreális ezeket így visszanézni, hogy jön a migráns át a határon, és hogy akkor itt van a rendőrnek beöltözött gyerek, és akkor itt próbálja őket visszaszorítani, és hasonlók. Szóval ez akkoriban, szerintem még akkor nem volt TikTok, meg hasonlók, azért így valahogy így benne volt így. Bocsánat, ez vicc? Ez vicc volt? Tehát ez, ez nem pont az, amit mondok, hogy ez egy politikai hergelés? Hát ki, ki vette rá azokat az ovisokat, hogy kezdjenek el uh, migránsosat Igen. játszani? Nem, nem, nem játszottak migrásosat, hanem ez egy elő, tehát ez egy ilyen farsangi előadás volt. Én nem mondom, hogy ez vicces volt, de értitek, hogy ott a, a közönség nevetett, és ez volt így a szándék, hogy akkor ebből most csináljunk egy viccet. Csak azt mondom, hogy akkor is voltak a migránsokkal szemben egyébként uh, viccek. De honnan az, az más aspektusa, amikor a kerítésen másznak át, meg amikor belefulladnak a tengerbe? Én itt mondjuk Alexa, nem értek egyet, hogy ezt nem, nem, nem tudom egyébként, egy hogy lehet vicce tenni, mert ennek egyszerűen. Na no Vagy hát nem, ki tudja, nem tudom. Igen, de ennek jelenleg csak a tragikus aspektusát látjuk. És ez amit a holokausz viccek, hogy tehát, elképzelhetetlen volt sokáig holokausz viccet csinálni. Csináltak holokauszból is viccet. Hát rengeteg de, ilyen. De viccban. hát szóval van, hát George az egy film is arról, hogy a holokauszt Meg szerintem ilyen a vicckönyvek egy jelen, azt nem mondom, hogy jelentős része, de én, tehát én csomó ilyen hitleres és holokausztos viccet uh, tudok akár. De ami még szerintem a minek ment oda faktor, hogy szerintem ez egy ilyen elcsúszás, mert én azt érzem, hogy minden ilyen trollság mögött van egy igazság mag, de remélem, hogy még fogunk beszélni a a megafonos barátainkról, de, de hogy igen, szóval mindek ment oda, az egy trollság, de szerintem ott az a, az a, valóság maga, amiről már az elején is beszéltünk, hogy a tudatos döntés. Tehát, hogy, hogy valaki vállal egy kockázatot, és ez a kockázat rosszul sül el, és innen így elindulnak a szétcsúszások. Az egyik szétcsúszás az nyilván ez a heroizálás, a másik szétcsúszás, hogy nem is kár értük, Ugye ez a, ez a, ez a végtelenül szélsőséges szólam, hogy igazából ő csinálta, ő ment oda, miért is lenne ez egyáltalán szomorú, de szerintem egyébként, igen, én azt mondom, hogy a viccelés a legkevésbé kártékony ö, feldolgozása ennek, hogyha most ezeket is számba vesszük, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy ezekről így jobb, én azt gondolom, hogy ezekről jobb hallgatni egy ideig, és csak utána hozzájuk nyúlni. Na, tudjátok, mi még eszembe, hogy pont említetted Ákos itt a, a, Suhajda Szilárd esetét, hogy ott is ugye beindult rögtön ez a két pólus, amit most felsoroltál, hogy ő egy hős, a felfedező, a mit tudom én tényleg, hogy az emberi a csúcsra feltörni, és hogy kijött az is, hogy hát amúgy minek ment oda, a hülyes sportoló, ott hagyta a gyerekét, szörnyű dolog, de hogy nekem például azt hiányzott ebből a diskurzusban, hogy amúgy ott azzal az tényleg nem mémelt senki, vagy szerintem nem voltak mémek a Suhajda Szilárdról, és hogy én azt gondolom, hogy ettől igénytelenebb lett a, a kommunikáció erről. Én, te, én valahol tényleg ezt gondolom, hogy, hogy a, a mém egyszerűen gondol... annyira elvezet ilyen nagyon rossz uh, kommentindulatokat, hogy onnantól lehet, hogy normálisabban de, de, de lehet az, beszélni de, dolgokról. Valahol megértem, hogy mit akarsz mondani, de egyszerűen, hogyha valaminek nincsen vicces aspektusa, akkor, akkor nehéz, nehéz -e róla viccelni. Itt az a helyzet, hogy rengeteg aspektus volt, ami viccesített ezt a szituációt. Tehát az egy, a CEO, aki meghalt azok az interjúk, amiket adott. Ez egy elpusztíthatatlan dolog, és akkor elkezdte egy magyarázni, hogy hát lehet, az el tudom képzelni, hogy így nem tudom, leragadunk, de hát összetörni, hát az biztos, hogy nem fog. Meg így tényleg elképesztő interjúk, de aki benne volt ebbe a, nem tudom, TikTok Vésbe azt hiszem, nem találkozott ezekkel, és egy összesen körülményén tette a, ezt a szituációt ilyen, néhogy kifigurázható legyen. A suhajtasziráldot azért nem értem ebbe a szempontból ilyen párhuzamos történetnek, hogy egy személyes tragédia van, ami, amiben nem nagyon lehet találni ilyen elemeket. Én viszont ott, ott meg azt nem értettem, hogy jogos volt egyébként az erkölcsi mérleget megbonni ebből. Tehát én mindig úgy vagyok vele, és ezt szerintem már a. a mi volt az a, a Free, free, solo, gondolsz, free nál beszéltük, hogy teljesen mindenki azt csinál az életével, amit akar, és úgy kockáztatja, hogy akarja, de addig, amíg nem tartozik valakivel, valaki iránt felelősséggel, és hogy amikor valakinek gyereke van, akkor nyilvánvalóan felelősséggel tartozol iránta. És hogy ha még azt a feleségével meg is beszélték, mert ő is benne volt ebbe az egész ilyen hegymászós témában, tehát ebbe a kultúrkörben mozgott, Egyrészt a gyerek nem tudta nyilvánvalóan megtárgyalni, és biztos a gyereke nem azt mondta, hogy te, ennyi, kockáztassad magadat. Tehát én biztos nem ezt mondtam volna felnőttként, vagy felnőttként visszavetít magamnak gyereket, gyerekként az apámnak, vagy hát nem tudom, értitek, mit akarok mondani. Hát Egy jó. A... Igen, én nyilván ez, ez benne van. Nem tudom, én itt a mémelés most nyilván nem úgy gondolom, hogy, hogy mindenről muszáj, meg nyilván én nem csinálok mémeket de semmiről, tehát de csak azt mondom, hogy, hogy mint hogy társadalmilag, hogy megjelenik az, hogy, hogy valamilyen viccelődünk, én ezt nem tartom egy, egy alapvetően káros vagy rossz, vagy alapvetően rossz indulatú dolognak, mert hogy Rossz indulat, de... én se tartom, csak azt akarom mondani, hogy van ami vicces, meg van ami nem. Tehát a ne, ne lett volna vicces vicceket csinálni. Itt ebben az esetben egy millió olyan téma volt, ami, ami, amit lehetett vicc, viccesé tenni, mert hogy abszurd volt a szituáció. Ez jogos. Én még azon is gondolkodom, hogy a kritikus meg nem ez nem e számít, hogy, hogyha mondjuk az is egy világ ö, eset lett volna, akkor nem-e talál valaki valamit, amivel nyom egy mémet, mert hogy nem tudom izé, hogy így ö, ott a serpa elmegy bellette, és hogy hoppá nem vettem észre, ja. hogy valami ilyet érted, tehát hogy lehetne éppen viccet találni a helyzetben, csak csak nyilván kevesen vagyunk azért mi magyarok, hogy lehet, hogy mi nem tudtunk most viccet találni, de nem tudom, szóval na, én csak annyit akartam mondani, így általánosan, hogy, hogy én nem találom a, a, a viccelést semmihez, de én radikális, radikális álláspontot képviselek, én, én, én minden esetben ja, nem tartottam na oké, okay. egy esetben mondom csokira visszareflektálva, amikor koncepciómentesen megrendelt mémek vannak, de én azt nem tekintem viccelésnek, tehát ez egy propaganda munka. Tehát az, 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 én ott azt ki is húznám ebből a listából. A organikus viccelést azt én mindenképpen hasznosnak és jónak és ártalmatlannak látom. Lehet, lehet. hogy ilyen általános tanásként is, vagy nem tudom, megfogalmazhatjuk azt is, hogy egyébként addig lehet viccelni valamivel, amíg valaki nem kéri meg, hogy azzal ne vicceljél. Tehát az, ja, az, az, és az, az, az a személyes... Nyilván, tehát hogy ne, nem ennyi, oda, nem ennyi oda, a gyászoló emberhez, és neki mond a, a, hülye viccedet, tehát nyilván Bár ezt mondjuk az interneten szerintem kevésbé értelmezhető ez a tanács. Mármint úgy gondolom, nyilván jöttek olyan kommentek, hogy ö, baszki, ne csináljátok már, szerintem ez több gáz, de hogy ha minden komment után abba hagynák, akkor viszont egy mém sem készülne, ami szerintem szintén nem lenne jó. Igen, jó, én, sz én... szerintem az interneten mondjuk az a gáz, tehát nyilvánosan kirak, hiszen nem gáz, az a gesz, hogy mondjuk elkezdesz irogatni embereknek, akik ebben involváltak, hogy haha, hülye, meghaltál. Érted? Tehát, hogy valahogy nekem ezek ilyen... Itt, itt vannak azt hiszem a határátépés. Az interneten is valahol értelmezhetőek ugye, a, határok. Meg, igen, meg azt kell nézni, hogy most egy, egy, adott esetben vicc kicsit, amikor valaki gúnyolódunk, vagy viccelődünk, akkor az adott ember sétél, tehát ő tudja kikérni magának, hogy nekem ez nem esik jól, ne viccelődjünk vele. Ebből De ebben az esetben ugye akikről megy a, a, a poén, ők, nem élnek, tehát ergo nem is nagyon tudják kikérni maguknak. Nagyon nem is... Érted, hogy így... Ez egy feloldás egyébként, vagy egy tabusítás ez az, hogy valaki meghal? Jó kérdés. Mert most érted, miért nem halott emberek? Tehát ők már nem fognak erre reagálni. Akiket sért a vicc, azok a hozzátartozók. Hát a család. Igen, igen, persze. Igen, de hogy nekik meg... Nehéz empatizálni a gazdag családok gazdag hozzátartozóival. Nem ez is erről van szó, hogy nehéz empatizálni, hanem hogy nem őket őket gúnyolott ki, hanem őket csak rosszul érinti ez a dolog. Nem tudom, hogy nekik ő milyes lelkis elég érve ahhoz, hogy, hogy ne vicceljünk egy ilyennel. Mert hogyha valakiről van szó, és az egész világ gúnyolódik valakin, volt a... Ó, ez pont most dobta fel a TikTok, hát megint csak a... a a Ronaldóba belekötő lány, emlékeztek még a, a foci Vévé, hogy Pó Ronaldo mennyi haza tudod ilyesmi, és elképesztő, hogy ilyen elképesztő ilyen hétet kapott. De hát, hogy. Meg az, hogy valaki ugye úgy kapja, hogy ő most csak viccelődött, és nem gondolta sose, hogy egy ilyen így fel, fel lesz kapva, és az ilyen nagyon-nagyon rosszul jött ki. Úgyhogy az meg egy ilyen másik szituáció. Én egyébként tényleg nem azt akartam mondani, hogy vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Tényleg azt gondolom én is, hogy mindennel lehet viccelni, én, és nevetni meg tényleg a vicces dolgokon levetsz, kész, itt nem, nincsen semmi dolog, tehát hogyha valami vicces, akkor nevetsz rajta, és itt nincsen morálisan megítélendő aspektus, és komolyan azt gondolom, hogy a vicc egyik legjobb feldolgozási mód. Nekem az a problémám ezzel, hogy én biztos vagyok benne, hogy itt az emberek, akik ezeket a mémeket gyárták, nem feldolgozás miatt gyártották a mémeket, és igazad van, Ádám vicces volt, egy kurva könnyű préda, olyan elképesztő sok csillag állt együtt a vicchez, hogy szinte megérni sem lehet, hogy itt most az életért valami hihetetlen abszurdot, és akkor ezen most így mindenki röhög, csak hogy én még mindig azt gondolom, hogy. Senki nem, nem amiatt tudom, csinálja hogy, a viccet, hogy, nem tudom, hogy De senki nem olyan célból csinál a viccet, hogy feldolgozási folyamat legyen, hanem az a viccnek a mellékterméke. Mondjam, hát ja, nem a feszültséget ma... akarod feloldani, és a viccben nem nem, nem, nem. Nem, viccelsz, ami feloldja a feszültséget, vagy egyébként te nem gondolod el azt előre, hogy ennek ez lesz majd a célja, hogy itt a feszültséget. Tehát nincs egy ilyen tudatosság mögötte, hanem az emberek csinálják a vicceket, és a, és a vicc betölti ezt a funkciót. én nem is ezt mondom Ádám, hanem azt mondom, hogy a viccek az a természete, hogy segíti a trauma feldolgozását. És hogyha te így viccelsz, az rendben van. Ezek az emberek nem így viccelnek. Szerintem senki nem így viccel. Amikor én Igen. viccelek, nem akarok semmilyen traumát feldolgozni, max feldolgozat, vagy max feldolgozódik egy trauma. Én, vicce, te... én viccelni akarok. Vicces akarok lenni. Szerintem így Csoki arra gondol, hogy itt van egy ilyen összemosás, hogy minden vicc és minden mém az valójában segítő... Emelő szándékú és segíti a trauma feldolgozást, ami nyilvánvalóan én nincs, nem erről Én Nem a szándékot mondtam, de hanem hogy ez a velejárója. Se, nem, én sem a szándékot mondom, hanem hogy egyszerűen nem minden viccnek az a hatása, hogy feldolgozódik egy kollektív élmény, és hogy igazából fejlődik ettől a, a nem tudom, a társadalom, meg így az együttés. Tehát vannak jó viccek, amik valóban emelik ezt a dolgot, és vannak rossz viccek, amik viszont nem emelik ezt a dolgot. És, és szerintem van, van különbség. Én nagyon sajnálom, hogy ezt mondom. Biztosan a, a korábbi ákos, mármint az ilyen gimis ákos, ez most ilyen nagyon furán nézne rám, de én azt gondolom, hogy tényleg lehet úgy viccelni, hogy az segítő legyen, és úgy viccelni, ahogy nem segítő legyen. Nem mondom, azt szerintem, ami röhögsz, az feldolgozó hatású, ami nem röhögsz, nem vicces, az nem feldolgozó hatású, szerintem ennyire egyszerű lehet, lehet, hogy ez így van, de, de nekem kicsit úgy tűnt a monológotokból, ti úgy képzeljétek el, hogy ezek az emberek így valójában csak segíteni akartak, hogy van most itt egy közös történet. Sosem mondtuk ezt a szándékot. De, de, de nem ezt mondom, hogy ők akar, tehát senki egyedül nem akar segíteni, csak azt mondom, hogy ez azt jelzi, hogy, hogy, hogy másfajta diskurzus fog indulni, mint ez a polarizált végtel. Én, én is ezt mondom, nem tudom, hogy Ádám most ebben mit hol áll, de hogy én azt mondom, hogy csak ez, ez valamit jelez, hogy valahogy máshol tart a, a beszélgetés erről lehet, hogy egy gyerekesebb szinten, vagy lehet, hogy ez egy, valaki számára ez egy, ez egy rossz szint, de én meg, én, meg, én meg azt látom, hogy ez, ez emberileg, hogy mondjam, ez egy ilyen ösztönszintű dolog, hogy így nevetni akarsz az abszurdon, vagy, vagy hogy fel ez akarsz biztos. dolgozni közösségileg témákat, és, és ez a legkönnyebb módja, hogy átadd őket. Én csak ezt próbáltam itt a vicc uh, mélyen párhuzammal mondani, nem tudom. Nem, nem gondolom, hogy az az egy ember ott így tényleg leül, és így most meggyógyítom a társadalmat, és megcsalom a mémemet. De én, én, én sem egyszer. ezt mondom, hogy ezt mondod. Én azt mondom, hogy, ö, hogy a viccnek ö, önmagában nem ez a hatása. Tehát, hogy, hogy, a vicc az polarizálhat is, és közelebb is hozhat embereket. Há, Tehát, jó. hogy... Igen, de... Jó, igen. De polarizálni, akkor polarizálni nem, hogyha ez ilyen propagandisztikus poénkodás. De, de meg, hogy nem meg a, a snowflake virágban már az meg minden polarizál az a helyzet, szóval... Uh, uh, uh. Nem, én komolyan azt gondolom, hogy amikor a, amikor a vicc arra vonatkozott, hogy ők milyen kurvára gazdagok, és megérdemlik, és alapvetően nem ez volt odaíva ilyen, ilyen pragmatikusan, de hogy ez volt a pán a vicc végén. És utána oh, uh, az embereknek. De hogyha az oh, embereknek ez, oh, egy, ez az érzés, nem. hogyha az embereknek a lelkében ez az érzés, gerját fel, hogy a kurva anyjukat a milliárdosoknak, hogyha ez volt a hatása, akkor ott valami félre ment. Na figyelj, oké, ez az, 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 az emberek lelkébe, és az enyémben is ez van, hogy a kurva anyját a milliárdosoknak, és egyébként utána vicceltünk. Tehát egyébként nem a vicc okozta azt, hogy a kurva anyját a milliárdosoknak, hanem a kurva anyját a milliárdosoknak, utána vicceltünk. Hát én ezt értem, csak hogy érted itt, az egy általános gondolat, hogy a kurva anyát a milliárdosoknak, ami szerintem tökre érthető, de a halálukkal kapcsolatban ez nem így működik. Érted, az, az ő haláluk nem lesz attól jobb, mert ők milliárdosok. Én szerintem... nem is állítottam, én csak azt mondtam, hogy te, de. de, Na de, én, meg, de én A meg eddig, én, De én meg ezt szerintem már Te Azt állítottad, hogy a viccek a, a hatása az volt, hogy a kurva anyát a milliárdosok. Ez előbb elhangzott. Igen. Nem, nem azt, azt a csak bocsánat, még mielőtt beleegyezett. csak hogy voltak olyan viccek, amik egy, de én ezzel maximális, egyetértek, nyilván ezért is álltam, mert most soki mellé, hogy egyértelműen voltak olyan videók, mémek, amik szimpla ilyen uh, elitellenesség, uh, rohadjanak meg, az őért Ezt nem, ne, ne, nem, értük. De, Értitek, de, de, de És ezek is viccbe voltak ágyazva, érted, de, de, de most hatás, a hatásról beszélünk, ez benne van az emberekben, e, tehát ez már már még mielőtt ez az egész dolog megtörtént volna, ez az egész tengatjáros, ez az emberekben van. Hát ezért mondtam, hogy nem véletlenül mennek ezek a filmek most nagyon népszerűek. Igen, a, igen. A parac, igen. Hatása, hogy valaki egyébként nem érzett ilyet a gazdagokkal, de hogy most jött ez a vicc, hát most akkor, ja tényleg. Hogy a kurva anyokat. Hát de, de érted, Ádám, hogy ez polarizál. És a Zákos ezt mondta az előbb, hogy a hát vicc Víci... mert... Ez az a nem nem, van, rossz, nem, 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 polarizálták szét a világot? a milliárdosok polarizálták szét a világot, és most megy a poénkodás egyébként. Nem, a, a, a polarizá... igen, szerintem ez közös nevezőket teremt, tehát a polarizálás az ott kezdődik, amikor tényleg el kell kezdeni ez a, a vagy a teljes, hogy is mondjam, a teljes, hogy hívják ezt, mizantrópia, nem, filan... ne, de mizantrópia, hogy mindenki dögöljön meg, meg hogy megérdemelték, meg minek ment oda, és vagy a másik, hogy hát ők hősök, és az is bicskanyitogató, amikor valaki ezt mondja, szóval inkább itt kezdődik most a vicc, én tényleg nem látom, hogy ez polarizálna. Hát a polarizáció az benne van a társadalomban. Mit. Micsoda? Szerintem ez, ez erősíti ezt a polarizációt. Én ezt gondolom. Szerintem ez, nem, ez nincs így. Tehát, hogy szerinted teljesen neutrális hatása van ezeknek a videóknak a mémeknek. úgyhogy te is érvelt hogy te mennyi mindenre rá, láttál rá erről. Nem lehet az, hogy valaki rossz dolgokra lát er, rá erről a dologról. Ebből csak jót a, a, lehet a, a, kivenni. Ha vala, én azt nem tudom elképzelni, hogy valakinek semmi baja nem volt a milliárdosokkal. Volt egy ilyen mém, és utána hirtelen elkezdte őket utálni. És én én azt, azt mondom, mondom, hogy ez az egy darab mém a felelős bármiért, csak hogy hogy itt hatásokról van szó, meg ilyen. De igen, de mi a hatás? Hát mi a hatás? Hát az, hogy felgerjed az érzelem. Az, hogy normál esetben volt egy racionalizált kritika, és most meg ez egy gyilkos indulat gerjed föl benned. Akkor az nem volt a... vicc. Hát az hogy lehetett vicc? Ez nem vicces, igen, igen, az nem vicces. Hát nem akkor értem, hogy ne lehet. Mi az, mi... Itt egy, valakit, a vicc, itt egy valakit gerjeszhet fel. Hát magát, a családot, vagy azokat a gazdagokat, akiken most gúnyolódás megy, és tettek volna ilyen dologra. Őket felgerjeszheti, de hát nem, nem jók az irányok most itt, nem is értelek titeket. Ja, értem, és akkor az itt az elmélet, hogy akiben volt egy ilyen racionalizált kritika, meg egy ja, ilyen várj, hát mondják, indulat, hát egy, meg hát egy ilyen értelmiség hát ellenes egy várj, hogy mondjam már végig, de ilyen értelmiség ellenes belső indulat, egy ilyen frusztráció, látta ezt a viccet, kinevette magát, kiszabadult az indulat, gyakorlatilag levezetődött a feszültség, ez egy szelep volt, és innentől kezdve nem vakarja majd megrohamoznia, a, nem tudom, a Trump tornyot, és felgyűjteni az egészet a francba. A kérdésem, hogy szerinted ki agresszívabb a melegekkel szemben, azok, azok akik ugye viccelődnek mondjuk rajta, vagy azok, vagy azok, akik nem viccelődnek rajta, és inkább kimennek és dobálják őket. Szerintem az egy ugyanilyen, hogy mondjuk egy meleg vicc, Kit, kit, tehát van, akit egy meleg vicc radikalizál pluszba? Nem, szerintem ilyen nincsen. Az a Én nem. biztos vagyok benne, hogy a radikálisan melegellenesek többet viccelnek meleg mint azok, akik nem radikálisan melegellenesek. De vajon azok tényleg vicceket? Tehát itt megint az a kérdés, hogy mit nevezünk. Nem, 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 nem. Nem, 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 nem az a kérdés, nem, hogy valaki radikálisan melegellenes, elnyomnak egy viccet, és azt mondtad, hogy felkerjednek benne az érzelmek, és agresszív lesz, hogy így rossz dolgokat vált ki belőle. Szerintem pont, hogy elcsatornázódnak azok az érzek, amikor éppen viccel. Érted? Ebben, ebben, igazad van, csak hogy azt a... Tehát, együtt jár az, hogy hányszor viccelsz vele, azzal, hogy hányszor gondolsz rá, és az, hogy hányszor gondolsz rá, az együtt jár azzal, hogy én, milyen intenzív az, az, az érzelme, még azzal a témával én, kapcsolatban. Én, én, az, én azt kérdeztem meg, hogy itt a viccek bármilyen hatása lenne, hogy itt az emberek így elkezdik hirtelen utálni a gazdagokat, úgy, nem gondolom, hogy egy viccel Kezdje el valaki utálni a melegeket, hanem valószínűleg már előtte utálta mondjuk a melegeket, és de egy az, nem változtat semmit, de. vagy de változtat, akkor csak elcsatorná az energiákat, amik, amik gyűlöletbe uh, tornyosultak volna ki. Én ezt gondolom. Ebben igazad van. Én, Viszont... én ezzel nem értek egyet egyébként. Szerintem ez tud negatív irányba is hatni a vicc, én ezt gondolom. Akkor mondj egy példát, vagy nem tudom, vagy hogy ez hogy kell elképzelni? Hát én azt gondolom, hogy tudom, van egy társadalom, és uh, kipécéz magának egy csoportot, és szerintem, hogyha ez a csoporti nevetség nevetségtárgyává válik, és ilyen... Uh, tehát, hogy így, így így a vicc tárgyává válik, és ilyen, nem nem tudom, tehát így le, lehull a méltósága, akkor... Tehát ha a viccek így, így hatnak. Ezt most nem én éjtetem, rosszul mert, nem éjtetem, Igen, vár, uh, igen pró, próbálok. A, egy. Én azt akarom mondani, hogy egyébként úgy lehet kártékony a vicc, hogy ha mondjuk a melegeket oh. viccelik, ott azon az oldalon Másik oldalon nem. a nyilvánvalóan fel feszültségeket, ezt nem kérdőjelezem meg, például. Uh, mit szólsz az egész megafon működésre? A megafonosok rengeteget viccelnek, uh, rövid videókban, hosszabb videókban. Értem, hogy ezek nem humoros viccek, de szerintem ők ezeket viccnek szánják, és ha megnéztek a kommenteket, sokan nevetnek ezen. A napi balfék, Karácsony és hasonlók, és szerintem egyszerűen ennek van hatása annak abban, hogy még akár a neutrális emberek is, akik azt mondják, hogy így oké, nem annyira szimpatikus ez a társaság, de valamennyire neutrális vagyok, hogy a viccek polarizálják de ilyen ez nem jó példa, mert ez, ez, ez propaganda, tehát ezt magyaráztam, hogy ez nem jó Egyébként példa, legyen egy jó példa, valaki nem Valaki nem utálja a Karácsony Gergőt. Igen. Karácsony Gergő a napi balfék. Egyébként. Ne. Én azt mondom, hogy valakinek nem annyira szimpatikus a karácsonygergő, és így jön rá a napi balfék, és eljut oda, hogy, hogy ilyen teljesen eltávolodik tőle. Nem fogja utálni. Tehát, hogy értetlen, nem, 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 lesz, nem megy oda a karácsonyhoz, és nem bassza pofán. Egyébként. De ne viccelj, mert a Karácsony Gerget mémelik ezen az oldalon is, hogy mondja, vagy azon az oldalon, ahol, ahol a szimpátia van. Tehát, nem, de a, tehát most itt a különbség az, hogy te most propagandát állítasz be úgy, hogy ez egy őszinte viccelés. És, és én mondtam a legelejétől kezdve, vagy hát akkor lehet, hogy nem velem vitáztál most, de hogy, hogy, én ezt nem tekintem egy organikus viccelésnek, és ez nem egy vicc valójában, hanem egy, egy cselekvés. És amit a Csoki mondott példának, hogy a trollfarmak, meg mit tudom én, ahol fizetik ezt, az ugyanez a szitu. Tehát most ne keverjük már össze azt, hogy a TikTok tényleg elindult egy társadalmi reakció és egy, egy organikus viccel, és azzal, hogy a megafon ki van fizetve, hogy a napi balféket kitegye, én, és ez bár, a vicc. De, de ilyen, nem Alex, én most meg veled nem értek egyet, mert hogyha propaganda is, de hogyha valaki nevet rajta, egyébként bárki is legyen az, de valahogy valami elcsatornázódik, ami egyébként olyan energia, ami irányulhatna agresszióba is, vagy, vagy oda mehetne egy néni, és pofán csaphatná a karácsonyt is, és, de nem tudja pofán csapni, mert egyszerűen csak nevet rajta, érted? Tehát mert ebbe az irányba hmm. csatornázódott ez, a, ez, a, ez, az indulat. Haj, nem Inkább tudom, de az a dolgokon. problémám, az a problémám, hogy szerintem túl nagy jelentőséget tulajdonítasz neki, egy bizonyos ponton túl már nincs. Tehát amikor egy skinhead csoport, tényleg a te példád, egy skinhead csoport napi tíz darab viccet csinál a buzikból, nem lesz kisebb valószínűsége annak, hogy meleg ellenes bűncselekményt követnek el. Nem lesz. Nem, 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 Ez egy hülyeség. Nem tudom, hogy miért gondolod ezt. Mondjuk, hogy legyen egy, egy, egy ilyen náci csoport konfliktusba keveredik egy, egy, egy ilyen meleg csoporttal, Hogyha mondjuk ott van egy vicc, az oldja a feszültséget, és nem eszkalálja a feszültséget. Na Lehet, de ez egy a... teljesen másik történet, Ádám. Ez egy teljesen másik történet, hogy egy szituatív humor. De te, ki te, 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 te a te helyzet. Te, te az interpersonális konfliktusban te, te, te el a, a, a az adott helyzettől. Hát ő nyilvánvalóan emberek poénkodnak is, emellett, amúgy lehetnek agresszívak is, de hogy. Hát ez az. az de, ért, de itt erről van szó, hogy nem a vicc tesz téged agresszívá, hanem az agresszív embereket a vicc tematizálja és fókuszálja egy bizonyos irányba. És hogyha az történik a Alex által felmagasztalt közösségi médiában, hogy tematikusan az elit ellen hergeli az embereket, mert hogy konkrétan ez a téma, és mindenki ebben egyesül, és ez a viccnek a tárgya, és benned már amúgy is kurva nagy a feszültség a társadalmi igazságtalanság miatt, akkor ez konkrétan irányítja a te feszültséget tehát és agressziódat. És Most a, a töm, ez a felelőssége. De annyira nem az, hogy skinhead-es például, és már emberek már alapvetően basszus, ott ők utálják ott a melegeket ő bennük már nem befolyásol semmit. Az, a, az a vicc egy irányú lehet, ami, ami ilyen irányban mozdíthat, hogy feszültséget old. Fe, tehát nem, mit az tematizál? Hát azok az, emberek azzal kellnek, azzal fekszenek, hogy utálják a, azt a társaságot. Hát jó, de beszéltünk már a TikToknak a természetéről, meg a social media természetéről, hogy amikor valamire rákattansz, akkor abból utána százszoros mennyiséget kapsz, és akkor utána az vissza. De most, hát, most ne, most, a most, szó, most nem a TikTokról, most átvitted egy én, másik témába. Én azt gondolom, hogy partra futott, tehát megszilárdultak az állások. Én azt gondolom, és hogy mocsánat, igen, csak még, még, egy utolsó, hogy, hogy mondjuk, ha egy ha nézünk, és mondjuk karikatúrák, tehát mondjuk nem tudom, a a vejmarizálódó Németország, nem tudom, karikatúrái, azok vajon nem segítették-e azt, hogy, hogy célkeresztbe kerüljenek a zsidók? Vagy eleve már célkeresztben voltak, és akkor ezek. Szóval szerintem azért, ha nem, nem, azt mondom, hogy a viccek miatt van minden, és nem émeljetek, mert akkor a társadalom széthullik, csak hogy lehet úgy viccelni, hogy az ártson. Szerintem. De az, de az, az, az nem a... Az a másiknak fog nem... ártani, érted? Tehát egyébként azt mondom, megértem, hogy ha ez a vicc melegek, a melegek oldalán lecsapódva, ők tényleg ezt rosszul él, élik meg, és hogy bennük amúgy ö, ez negatív érzéseket kelt. Én ezt teljesen ezzel egyetértek. Én csak az, hogy, a saját, hogy azoknak az embereknek rakott dolog, ebben az esetben vissza a tengeratjáros például, akik amúgy utálják a gazdagokat, ott már ez nem, nem osz, nem szoros. Tehát nem, itt, itt a viccnek ilyen fajta tása nem volt, és ebből indult ki a, ennek a blokknak a második része. Igen, de én tényleg azt gondolom, hogy, hogy szerintem itt ezt, 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 nem, lehet itt, tehát nem lehet itt igazságot tenni, bízzuk a hallgatókra, viszont már befagytak a frontvonalak, akkor törjük át őket. a frontvonalak, és, és, tényleg, hogy sétáljuk egy kicsit Moszkva felé, mert hogy még szerintem itt arról lenne érdemes beszélni, így a tengeralattjáró és a Prigozsin menet kapcsán, hogy, hogy, így mik a párhuzamok, és az egyik párhuzam az nyilván abban van, ahogyan a tömeg ezekhez hozzááll, hogy így, hogy így Tényleg ez a valóság sóvá változó világ, és hogy így történik így események, és én ezt láttam ebben az egészben, aztán lehet, hogy máshol is vannak párhuzamok, hogy így mennyire ö, ö, óhajtjuk, hogy valami történjen, hogy valami nagy történjen, és amúgy én a Covidnál is ezt éreztem, hogy amúgy emberek így fú, mindenki nagyon féltek, hogy mit tudaj, lezárják Budapestet, meg minden, de valahol titkom mindenki remélte, hogy valami rohadt nagy dolog lesz csak legyen valami, mert hogy így történjen valami, nem tudom, e, ulatkozunk, vagy valami. Tehát, hogy, hogy, én azt láttam ebben a, a is, hogy így ö, emberek elkezdtek tényleg oldalakat választani, ö, emberek már ö, telex kommentekben ment, hogy na, ö, é, éjjelre lámpavason fog lógni a Putyin, és hogy így, oké, okay, de mi lesz azután, az mindegy. De hogy a lényeg az, hogy legyen már valami, történjen valami, valami történelmi, valami hihetetlen, ami, ami itt van. Én ezt a párhuzamat látom, aztán mondjátok, hogy ti még milyen láttok, mert hogy ez, ez, szerintem az érdekes ebben az egészben, és amúgy a hír, amiről beszélünk, az ugye, hogyha valaki így nem hallotta volna, hogy a Prigozsin nevű Ö, ö, hát Hadúr, a Wagner csoportnak a vezetője, ő tulajdonképpen azt mondja, hogy őt megtámadta az orosz hadsereg, bombázni kezdték őket, ezért ők hirtelen megfordultak és elindultak a frontról Moszka felé, és időközben lelőttek három helikoptert, meg még valami, nem tudom, hogy pontosan. Az igen, nyilván erről is lehet majd beszélni, hogy milyen adataink vannak. és nem tudunk erről, ez is egy. Ez de, is de, a páros a kettő pár között egyébként. A, Elindult, és aztán pedig megállt, és aztán elvileg a Lukasenka felhívta őt, és ajánlott neki valamit, amiért most elvileg fejér Oroszországban van, de igazából senki nem tudja, hogy hol van. De az narratíva az, hogy ő időközben rájött, ráeszmélt, hogy nem akarja, hogy orosz vér hújjon orosz földön. Szóval, hogy na, ez a, nagyjából a story csak hogy képbe legyenek a hallgatók, hogy miről beszélünk Prigozsinról, és hogy, hogy igazából igen, tehát hogy az egyik párhuzam az az, hogy senki nem tud semmit, és mégis projektálunk, a másik szerintem tényleg az, hogy így várni valami, valamit, hogy valami történjen, és, és szerintem a valóság sóélmény is ennek szólt a, a kapcsán, hogy úristen, én most látok valami jó, nagyon izgalmasat, és, és, szerintem a Prigozsin kapcsán is ennek szó lesz, hogy, hogy rámpavasra húzva a putin fog lógni éjszaka, a Telex komment, ez tényleg létezik, ezt keressétek vissza, hogy így lássuk már a történelmet úgy igazán működni. Mit gondoltak? Mi az ok? Kébb így dobnám be a kérdést. hogy szerintetek mi ennek az oka? Hát szerintem a, a világeseményekhez most már az ember tényleg így a, a... Az információs csatornákon keresztül tényleg úgy áll hozzá, mint egy rohadt foci meccshez. És ahogy az ukrán-orosz háborúban is beálltak a, a pólusok, hogy ki az, aki az oroszoknak idézően szurkol, meg ki az, aki az ukránoknak szurkol, és egy rendesen olyan lehet, mint egy foci meccs, aminek várjuk a végét, hogy ki fog nyerni, és hogy fogga. Tehát, hogy rohadtul nem úgy állunk hozzá, mint egy háborúhoz, meg a nem. nem egyszerűen nem mérlegelik az emberek az, hogy ez nem egy foci meccs, hanem egy háború is, hogy milyen irgalmat a minőségi különbség van a kettő között, és hogy milyen következményei lehetnek, azt meg aztán pláne nem gondolják végig. Tehát fogalmuk sincs róla, és eszükbe sincsen odáig eljutni. Itt is egy kicsit ezt éreztem, hogy azok, akik alapvetően Oroszország bukását vágyják, azok annak szurkoltak azonnal is zsigerből, hogy akkor a, a, Wagner csoport az vonul jobban Moszkvába, és égjen. És Putyin vesszen el. A, az orosz barát ö, politikai közösség az meg rögtön a, amellett ö, köteleződött el, hogy úristen, ezek lázadók, árulók, és hogy takarodjanak, és hogy mit tudom én, és hogy, ja, és a legelső reakció, én is felmentem egy kicsit titokra pont azért, hogy olvasok kommentet, azt, az, azt láttam, hogy, ö, hogy rögtön az volt, hogy így, szkeptikusak voltak az emberek, a magyar orosz barát kommentelők, szkeptikusak voltak. Azt hitték, hogy hoz, tehát az RTLS spot alatt, ami ki volt vágva TikTokra, az ment, hogy ez hazugság, és hogy már megint mit fogtak nekünk beeltetni. Hogy nem hitték el, hogy az oroszok saját maguk ellen fordultak. És egészen egyszerűen mondom, van itt egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen tábor, két tábor, akik egymás ellen feszülnek, így általában tematikusan, és most is ez megtörtént. És hogy ez mindig meg fog történni, én kicsit így szerzem. Nekem muszáj a kopaszosztot megidéznem, mint, mint egy ilyen tanítómester az életre. Még az előző tenger alatt is volt egy tök jó videója arról, hogy valójában a CEO ilyen vók arc volt, és hogy, hogy emiatt történt ez a katasztrófa, szóval ez egy ilyen vók tragédia. És hát itt is egy csodálatos videót rakott ki, ami arról szólt, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, mert hát ő csak a saját hazája érdekli, gyönyörű, annyira, annyira, szép mondat volt, hogy azt, azt, hittem, hogy elsírom magam, de hát a 4 4, 4 esek Ezek a dollár Hát ez valami borzasztó, hogy mit írtak, és hogy, hogy azért itt mégiscsak egy atomhatalom van. Tehát ezek a szokásos rigmusok egyébként elképesztő, hogy mennyire repetitív tud lenni így a, az erről való beszédmód. És hát igen, én, én is ezt a... Ismétlés a eh, tudás, atya. Igen, igen, ez egészen biztos. Én, én őszintén szólva, nekem ilyen nagyon rossz érzése volt, mert amikor én így megláttam ezt a hírt, én egyből erre gondoltam, hogy ezt, ezt hogyan lehet így úgy lekommunikálni ilyen orosz barát oldalról, hogy egyébként minden oké, okay, minden rendben, és nekem nagyon tetszett ez a megoldás, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Figyeljünk, se, seplegessünk csak a saját házunk tájé, tájékán, és akkor ez tök jó lesz. És hát igen, én, én is érzem, hogy, hogy így nagyon így működik a történelem, de én kicsit azt is érzem, mintha tényleg beindult volna. Szóval nekem van egy ilyen szubjektív élményem, hogy a Covid óta amúgy így történnek a dolgok. De lehet, hogy ez csak azért, mert ilyen nagyobb hozzáférésünk van a dolgokhoz, és egyébként is voltak háborúk az elmúlt években, és csak most valahogy ilyen az egész ilyen közelebb van. De szerintem ezt az emberek vágyják és szeretik nézni. Úgyhogy ez, ez van. Én, ahogy neked, én őszintén nem tudom eldönteni, hogy ez az egész ilyen Covid helyzet, ami kialakult, hogy ez hogy ez így mi volt. Tehát, hogy, szerintem ezt nyilván nagyon nehéz megfejteni, hogy itt most Te tényleg... Te hogy, hogy bocsi, hogy ami nagyon érdekes nekem még, hogy itt a Covid előtt is volt egy nagy para, ez a klímaszorongás volt. Tehát, hogy az a, éppen az aktuális szorongók mitől szorongtak, előtte a klímaszorongás volt az ilyen nagy topik, mi is csináltunk környezetvédelmi adást, tök jó lett, de hogy utána jött a Covid, ami viszont egy sokkal kevésbé absztrakt dolog, mint a klímaszorongás, és aztán jött a háború, ami megint egy sokkal valóságosabb dolog, szóval hogy valahogy így szerintem most ilyen valóságosabb dolgok történnek. Ugye ez, a, ez, a, ez a nagyon érdekes, hogy amúgy én, én ez a Covid kapcsán is most már így utólag, érdekes, hogy mi nem beszéltünk amúgy még így a, a, Covid utóéletről, de hogy én nekem változtak így azért a gondolataim annak kapcsán, hogy, így, hogy ennek itt hogy itt tényleg, tényleg ez így jó volt, de hogyan ez így történt. Üh, és hogy itt pont arra gondolok, hogy itt hogy nem-e az van, hogy amúgy azok a döntéshozók, akik látták ezt az egészet, meg hogy így üh, mi történik, meg hogy, hogy akiknek, hogy, hogy is mondjam, felelősség lett volna a kezükben, hogy most akkor üh, döntéseket hozzanak, azok is felültek arra, hogy így indul, indítsuk be a történelmet. És hogy nem-e voltak azért viszonylag túlkapások ebben a kérdésben, én már nem vagyok abban biztos, hogy ez hogy ez, hogy ez így van, nem tudom, na mindegy, nem akarok itt is izé, tűnni a Bohóc című. De, ne, de nem, kell, az, tehát az ötben öd, öd, a ceglédi, én már azért nem nézem az ötöt, egyébként be kell valami, én még egyszer nem bírom elhallgatni, hogy a ceglédi, meg a hont, az azon püzép pompognak, hogy a Covid így, meg a Covid úgy, hogy ők már akkor megmondták, megkar mekkora királyok voltak. Én, kapják így, be, az meg nem. Hallod, tehát nem is a politikusok, ezt, ezt mi akartuk, hogy így történjen. Akkor volt szigorítás, amikor szigorítást akartunk, és akkor volt lazítás, amikor lazítást akartunk. Ezt a kollektív emberiség akarta így, hogy így legyen. Igen, de hogy, de hogy van ez, ez annak szóval igen, igen, egyébként nem az, történt, az, nem az, történt, nem hogy... az embernek? Nem? Igen, Tehát... igen, szerintem egyébként van egy ilyen aspektus a biztos, hogy vettek a frontvonalak, így a társadalmi szinteken is. Hogy megállt a világ, akarunk egy újrázást. Hogy a gazdagok, a kurva szegények, vagyunk itt, nagyon tudunk fölfele sem menni, lefele azért lehetne menni, de oda nem akarunk. Kicsit így jó lenne fölrázni, pörgetni a rulettasztalt, és hogy valami történjen, ami felkavarja ezt az állóvizet, ahol így le van az, hogy a nyugati világoknak jó, a kelet-európai világoknak szar, a harmadik világoknak majd még szarabb, a gazdagoknak jó, nekünk ilyen, és hogy az egész föl van egy kicsit kavarva valami esemény által, akkor hát ha jobb lesz az életünk, vagy hogy más lesz az elosztás is. Én, én ezt mondtam egy ilyen okként, hogy megmerevedett a világ ebben a társadalmi állapotban, nem nagyon látjuk, hogy merre tovább, azt látjuk, hogy egyébként a világ pusztul lefele, a globális is történik, ezt szerintem nem véletlen, hogy ez lett tök ilyen párhuzamosan ilyen lévő sztori, és hogy és valaminek fel kell kavarni ezt az állóvizet, és hogy ebbe akarunk besadlakozni, mint keményen. Hát én azt gondolom, hogy a COVID-alatti döntéseknek a jóságát ott abban a pillanatban kurva nehéz volt megmondani. És ennek a, a legrémi több háttere az egészen egyszerűen az, hogy a tudomány nem tud objektív igazságintézményként működni. Tehát nincs -e a tudománynak egy ilyen egységes frontja, hogy akkor megbeszél az összes tudós, hogy mit gondol, majd pedig egy kiáll, és egy elmondja a véleményét, és onnantól kezdve mindenki ahhoz igazodik. Hanem, hogy nagyon sok tudós, nagyon sok különböző ilyen hipotézist állít, sok különböző adattal alátámasztott különböző ö, narratívát megerősítő részigasságot tud mondani, ami mellé be tud állni, és ezekből igazából azt ki, amit akarsz. És ez egy ilyen elképesztő pusztító dolog, és megint az történt. És igazából ez az, ami így, így engem nagyon megrázott, és szerintem ami a politikusokat is összességében egy ilyen nagyon óvatos lépésre ösztönözte, hogy basszus, itt a felelősség igazából sehol sincsen. Tehát, hogy ott van a felelősség, aki éppen, aki éppen beszél a tévében. És hogyha a következő nap egy másik ember beszél a tévében, akkor nála van a felelősség. Volt ég, döntés egyáltalán, Csoki? Hát az, hogy karantén, meghozták a karantént, vagy, vagy mit tudom én, tehát kiárási tilalom volt, meg hogy bezárták a vendéglátóipari egységeket. Ezek, de, de. De, de, de ezeket tényleg politikusok döntötték el? Hát miért szerinted kik döntötték el? Az én, az én, az én, azt én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a Covid az, az a demokrácia győzelme volt. De na de, hát, de, de, na jó, 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 ez nem van, tehát úgy értem, hogy... Konstans mindig az történt, amit az emberek többsége akart. Uh -huh. amint, amint azt, történt, én már nem bírom ezt, akkor 500 fős koncertek, menjünk egy kicsit ki, pont uh -huh. ennyire érzem magam komfortosan, én ezt már nem bírom tovább, akkor, akkor szabadságban mehet minden. Hogy még az olyan kemény rendszereket is, mint mondjuk Kínába, lázadások törtek ki, mert az emberek egy, így, egy, még kemény diktatúrákat, is. kicsit megrengetett ez a dolog. Csak, csak hadd Hát, ha, ha, szúr, az egyetlen dolog, amit csokit mondtad azt, hogy a, a tudomány, mint hogy, hogy ez egy, vagy egy. Úgy értettem egy pillanatra, és szerinted ez egy rossz dolog, hogy a tudománynak nincs egy ilyen frontja, meg aki kiáll. De hogy nyilvánvalóan ez a tudománynak, tehát hogy ez a lényeg, szóval, hogy a tudomány, hogy is mondjam, azért így viszonyul a világhoz, hogy nincs, nincs bizonyosság, az adatok ö, és a hipotézisek vannak, és hogy nem tudunk mit mondani. Tehát ez az alap tudományos. attitűd, aki nem hozzá az sárlatán vagy nem tudós, de Szerintem a probléma nem azzal van, hogy a tudomány így működik, hanem hogy most vagyunk először egy olyan ö, globális krízisben, amikor a korszellemet a tudomány irányítja. A tisztelet, a jövőző, igen. Nincs tisztelet, nincsenek nincs, nincs. de nem, bíz, nem hiszünk senkiben, nem hiszünk semminek, nem bízunk, nincs hitünk. Én is ilyen vagyok, tök mindegy, de hogy, de hogy csak a tudomány marad, és a tudomány meg nem egy jó vezető, mert hát a tudomány nem képes, tehát a tudományos világkép. Az nem a vezetésre termet, hanem a folyamatos kétkedésre. És arra, hogy így hát itt nem tudom, hogy mit, mit, mit tudnék mondani. És hogy éppen ezért van az, hogy hogy, szerintem így tudod betolulni, és amit Ádám mond, az ezzel párhuzamos a demokráciának a győzelme. Hogy tényleg, ha nincsenek ilyen ö, személyiségek, nincsenek ilyen ö, olyanok, akik, akiknek bizalmat szavazunk, akikre úgy tekintünk, mint a. Isten képviselői, vagy hogy mondjam, a, a, a szó képviselői, akkor, akkor hát mire lehet hagyatkozni a populizmusra, a kérdőívekre, arra, hogy így, eh, ahogy Orbán Viktor rajta tartja a kezét a, a magyarok pulzus rendszerén, mm, Igen, eh, erre tudott támaszkodni a politika, és, és én ilyen szempontból egyetértek, hogy ez tényleg úgymond a demokrácia győzelme, de hogy amúgy ez egyben a, a világnak is így hogy is mondjam, a veszélyet is okozhatja. Nincs már közös... egyébként nem gondolom irányúgy sokat, nem közös a dolgot az emberekről, tehát hogy az embereknek a kollektív vélemény egyébként általában rossz, hát. <laughs> rossz uh, tanácsadó, vagy hogy mondjuk fogalmazott a demokráciát, tehát nem feltétlenül jó értelemben mondtam. Én de... csak azt mondom, hogy nincs alternatíva. Ja, én meg csak annyit mondok, hogy most nincs jelenleg alternatíva, tehát jelenleg nem tisztelünk semmit, és nem tudunk semmire úgy felnézni, Nyilván ki vannak alakítva azok az ilyen burkok ott keleten, ahol, ahol még van ez a tisztelet, és akkor ott, ott meg lehet teremteni a diktatúrákat, de hogy, de hogy mert egy nyilván Orbán Viktor is arra törekszik, hogy, él... hogy ő lépjen bele ennek a helyébe. Egész covid még ennyit, aztán visszamentünk visszamehetünk inkább erre a vissza, vissza, vissza a Annyit akarok még mondani, hogy bármi ilyen esemény, és a Covid egy ilyen esemény, ami Nagyjából lehet számolni, hogy milyen egy vírus, és hogy lenne egy ilyen protokoll, amit így követnénk, és nem csak az éppen aktuális populizmus vezérelne minket, ez csak jobb lenne, nem? hogy oké, ezt így kéne csinálni, hogyha jön egy ilyen világjárvány, és akkor ezeket a lépéseket kell betartani. De hogy nem, nem, ezek, nem ezek alapján születtek döntések, hanem valami más. A, a, baj az, hogy a protokollba se egyezik bele. Tehát érted, hogy pont ez az, hogy nem egyeznek nem Nincs egy megegyezés. Tehát a protokol. hogy most, kéne, most kéne protokollt hozni, még amikor tudod, tehát nyugodtan. minden járvány más, szóval nem, nem lehet egységes járványprotokoll, mert hogy mindegyik máshogy terjed, más arányokban terjed. Én, hát az nem az nem gondolom, én amúgy azt is gondolom, hogy a vallás nélküli világokban nem lehet egy ilyen egységesen követett protokollt teremteni, mert mindig meg fog jelenni az, hogy így nem hiszem el, haver. És akkor Na annak igen, is esednek belé. Igazából én pontosan ezt akartam mondani, hogy ez, ez hogy ide akartam kifuttatni azt, hogy nincsen felelősség, és hogy igazából a politikusok, amikor döntést hoztak, akkor igazából tök mindegy, hogy mit csináltak. Elég, elég volt az, hogy ne bosszantsák fel a szavazóikat. Ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy hogy túléljék ezt az egész helyzetet, és hogy és ez a jó döntés kérdése szerintem ilyen definíciósan megkérdőjeleződött. mi a szar a jó döntés, és ennek pont ez, amit most mondtál, Alex, ugyanerre erre gondoltam, hogy gyakorlatilag az, hogy nincsen ilyen igazságintézmény, vagy nincsen egy ilyen szakértői valami, érted, a, a, a kötelező oltásoknak a, a paradigmája, az egy orvostudományos, konszenzus. Érted? Tudományos konszenzusok vannak, Alex, gondolom, ezt nem kérdőjelezed meg. És hogy az, hogy gyermek, gyermek halálokat okozó betegségek ellen beoltassuk a gyerekeinket, az évtizedeken keresztül teljesen konszenzuálisan jó dolog volt. És hogy a jelenlegi bizalomvesztés, amit ez az egész krízis okozott, az oda juttatott minket, hogy már ebben is megrendült a hitünk, és hogy konkrétan az ilyen általános szakmai konszenzusokkal kapcsolatban is megjelenik az összeesküvés elmélet, ami megkérdőjelezi azoknak a jó szándékát. És egy kicsit most is ezt érzem, hogy igazából nincsen a világon olyan globális esemény, amivel kapcsolatban az emberekben van egy ilyen egyértelmű iránytű, hogy ez egyértelműen jó, egyértelműen rossz, veszélyes rám, veszélyes másokra, hogyan kellene lenni. Tehát, hogy konkrétan az imórendszerünk tűnt el teljesen. Nincs egy ilyen jó belső imórendszer, nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk, és akkor éppen úgy viszonyulunk, ahogy az éppen aktuális ideológiai diskurzus narálja az eseményeket. És akkor, hogyha valami olyan történik, ami ellentmond mond a mi világképünknek, akkor nem hisszük el, hogy megtörténik. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy az oroszok egy egységes front, és a jót képviselik, és az oroszokba kiválik egy több tízezer fős katonai egység, és azt mondja, hogy Putyint dezinformációval hajtották bele ebbe a háborúba, és én most oda megyek igazságot tenni, akkor azt mondja, hogy baszkét, ez nem történik meg, te hazudsz nekem. Igen, és és, 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 akkor most hadd hivatkozzam a Györe Zoltán barátunk és kollégánk videóját, ahol a nem is tudom már melyik, de hát nyilván az összes, tehát Seacastle, Spöttel, Vuk is, mindenki ott volt, de az egyik őjük azt mondta, ma hallgattam, de már nem jegyeztem meg, de hogy, de, de hogy azt mondta, hogy ő nagyon reméli, hogy ez az egész csak egy ilyen háttér mentén egy ilyen átverés, amit, amit mi nem látunk. Tehát, hogy az, az emberek, ez egy média hack, tehát az embernek amúgy igénye is van erre, és amúgy itt lepleződik le ez az egész, hogy amúgy igazából ez egy vágyvezérelt gondolkodás, ez az egész ilyen konteózás, hogy te azt akarod, hogy legyen még egy titok. Mert hogy ne kelljen már, ne kelljen már nekem most megváltoztatom a véleményemet dolgokról, meg a világról, meg, meg, meg akkomodálnom valamit, ami történik, hanem legyen már valami mögötte. És ő kimondta, ez a szakértő, szerintem pont a Stier, nem tudom kicsoda, hogy... Hát hogy... volt, de mindegy. Hát szel volt, hát tök jó, szuper. de... Egyébként egy... fa mintát most. De, akkor ráverszik ezt, de ő kimondta, hogy ő szeretné, ha ez egy média hack lenne, és valami olyan, ami, ami, ami így el van titkolva előlünk. És ez emberek nem, nem, ezt a, a nem, a titok, nem a titok miatt akarja ezt, hanem azért, hogy akkor, jaj, nincs itt semmi probléma az orosz vezetés, lehet visszamenni harcolni -e a frontra. Mert ugye, de... Persze, persze. Ugye, 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 ugye mi utáljuk a háborút, úgyhogy nem akarjuk, hogy háború, de, ugye a, de az oroszok azért menjenek minél többen oda a frontra. Tehát, én ezt nem, de, 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 nem... és értem csak, hogy, hogy ez annyira képmutató idegesítő, egyrészt, hogy ezek szakértőknek adják ki magukat. Nyilván valóban nem vagytok, mert hogy egyrészt a hülyeségeket tudtok elmondani, még szakértés szintjén is, hogy az olyan bődületes. kettő szakértő nem szurkol senkinek, az legalább objektíven próbálja nézni, itt pedig az az elfogultság az teljesen egyértelmű ebbe az irányba, tehát az orosz irányba, és hogy most utána még előadni azt a fajta ilyen, ilyen szendeszűz, ártatlan álláspontot, mi egyébként csak a háború végét akarjuk pisz, meg minden, de hát a, a, mondjuk az a békét szolgálhatta volna az, hogy ez a konfliktus, ami ott kialakulóban lett volna, az lehet, hogy előrébe volna ennek a háború végét, úgyhogy ez sem biztos, ez is csak egy ilyen feltételezés, de hogy ezeket meg se vizsgáljuk, tehát hogy akkor beszélünk itt. Tehát a háború az csak, csak úgy lehet véget, vége, tehát ebben a nézőpontban, hogy a nyugat elvág mindenfajta segítséget, Oroszország bemasírozik és vége. Ez az egyfajta béke lehetőség van, amiben ők hisznek egyébként. Igen, de nem mondják ki. Ez a titkos de, miért nem mondják ki? de miért nem mondja ki? Mert ez a dupla gondol, hogyha megkérdezed, hogy de amúgy ti de mit szeretnétek, milyen békét, akarunk. akkor azt mondja, hogy békét. És ez, a, és ez a szép, és ez a rohadt posztmodern az egészben. Elképesztő. Mondja meg, hogy ő hol húznál meg azt a vonalat, ilyen egyességeket, tehát, akkor miért nem erről, de elmondtátok egy egymillió Mi békét, miért nem mondjátok, hogy milyen békét? Mi a béke terv? Mi a, a konszenzuális megoldás? Én, ami nekem nagyon tetszett ebben a, a Potyondi Edina mondta, hogy a háborúra a megoldás a béke, és az éhezésre a megoldás a vacsora és hát ez valóban így van, de talán a világ nem ennyire egyszerűen működik, viszont szerintem ez a gondolat tök jól, tehát így benne van a köztudatban, vagy hogy mondjam, én egyszer beszélgettem egy, egy nénivel, egy, egy erősen vallásos nénivel, aki ilyen nagyon szépen leképezte ezt a dolgot, és az ő fejében itt tényleg így egy, egyben volt ez a kép, hogy a béke, a szeretet, az egymás elfogadása, hát hogy ő egyszerűen nem, nem érti, hogy, hogy az ukránok és az oroszok akik lényegében testvérek, hogy ők ezt hogy nem tudják megcsinálni. Szóval, hogy közben meg a, tehát a béke az egy annyira erős szimbólum szerintem, hogy egyszerűen bármit át lehet vele jutni, vagy bármit el lehet vele adni. azt nem meg a némtől, és akkor hogy, hogy, ő, hogy, ő mit lát, akkor hogyan lehet ennek vége? Hát úgy, hogy egymás felé fordulunk, és elfogadjuk egymást. de hogy itt valaki megtámadott valakit. Hát de tudod, a másik kapcsolatot te, 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 kell adni. De... van egy gyerek, aki éppen az meg egy, egy, egy izé ököllel veri a másik gyereket az iskolába, aki feltett kézzel kéne várni, hogy vége legyen, vagy másik nem akar ölelkezni. Hát igen, én ezt értem abszolút, de, de, hogy közben meg szerintem van egy ilyen nagyon egyszerű gondolat, ami nagyon működik, hogy, hogy hát egyszerűen a béke, Hát a, a Vatikán de, de te is ezt egyet, gondolja. Egyet, én is egyetértek ezzel. Igen, hát, igen, békét. Hát te is ezt gondolják. Mi mindannyian ezt gondoljuk, mindannyian egyetértünk. Itt ülünk nem tudom hány millióan, és így mindannyian békét akarunk. Tudjátok mi az undorító? Hogy én azt gondoltam, hogy ezt a békemémet már egyszer egyszer nevetségesé tettük, és közösen elgyászoltuk. És ez az a pont volt, amikor a világ szépségversenyeken egymás után 50-ből 50 rendkívül szép bikinis csaj mondta el, hogy a legcsodálatosabb dolog a világon a világbéke lenne, és ha bármit megtehetne ezen a földön, egyetlen egy dolgot, egy kívánsága lehetne, akkor a világbékét kívánná. Én azt gondoltam, hogy akkor már megéreztük ennek a mémnek a kiüresedettségét, és most basszus, ebben az országban nem tudom hány milliárd magyar forintért propaganda szintre emeltük a szépség királynő választások világbéke lózungját. Ez, ez, számomra egyébként egy, egy ilyen feldolgozhatatlan dolog, hogy ezt már a 2000-es évek elején szar B-kategóriás hollywoodi filmek röh rö rö most pedig halál komolyan mondja Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Azért, azért, mert azért, mert a valós, tehát halál komoly lett maga a háború is, amire reagált, tehát a világbéke az így, hát elkiáltott szó, pusztába kiáltott dolg, de de hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy ez most egy valódi helyzetre, egy valódi válasz, ezt érzi, ezt érzi az ember, és hogy hogy igazából nem kell ennyivel konkrétabb lenni, mert hogy már elég az, hogy a világot levetted, és azt mondod, hogy béke, nem világbéke, béke itt, és ez már konkrét annyira, hogy ennél konkrétabban neki nem kell, azon már, már gondolkozzon majd de más valaki, meg, meg minden, csak, csak legyen már itt békesség a, a, háztályomon. De amúgy tényleg amúgy ez a, a gyerek példa, ez, ez jó volt Ádám, amit felhoztál, mert, mert, mert voltak olyan emberek, akik így, így álltak hozzá, hogy, hogy, is mondjam, az óvodában is, hogy, hogy mondjuk a Pistike elvette a Petike markolóját, és a Petike üvölt, és elkezdenek verekedni, és hogy és hogy akkor így csak hogy hagyjátok már abba a veszekedést, most akkor a Pistike fog játszani a markolóval, tehát az a Petike markolója volt, de hagyjátok már a veszekedést, és hogy szerintem úgy emberek így állnak hozzá a dolgokhoz, hogy csak legyen már békesség, csak, oh, csak a napomat akarom élni, meg nem kérem, akarom már a sírásatokat hallgatni, én ilyeneket láttam, tehát hogy hogy mondjam, és ez, ez vetül ki a, a társadalomra most. Ez ez abszolút az apu azért iszik, mert te sírsz, Igen, a sírsz a, 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 a hamis áru kapcsolása. Nekem a, ez a Putyin-Orbán viszony, ez egy ilyen, van egy ilyen agresszív felnőtt, és mi egy ilyen, vagy gyerekek vagyunk, vagy, vagy az unokabátyánk, vagy valami ilyesmi, és tudjuk, hogy, a, hogy vele nem szabad cseszekedni. Néha ilyen iszonyatosan bunkó, néha egy odavág az asszonynak, de senki nem szól semmit, mert ha csak szólunk, abból csak a baj van valahogy azt kellene megcsinálni, hogy így elteljen most még egy karácsony, még egy húsvét, csak hogy szépen lassan így ebbe a békében így mindannyian így, hát így elbomlunk igazából, szóval ny nyilván van, van ebben egy ilyen, ilyen rossz értelemben vett konzervatív, vagy ilyen, hát nem is tudom, tehát ilyen. Ez a nagybász, az azért, és azért és egy húszas, nem? Szív hát napra. igen, igen, azért nem, nem olyan rossz ember ő, meg azért rendbe tudja tartani a birtokot, meg minden szó, szóval, hogy azért Hát na, hát most van egy természete a Putyinnak. Most nem, nem lehet mit csinálni ezzel. Hát igen. Gyönyörű. Szerintem elképesztően erősen leírtad ezt mostákos. De egy picit verjünk már a másik oldalra is, tehát én nem véletlenül hoztam be azt, hogy a, a az orosz ellenesek, azok pedig úgy kezdtek el szurkolni a Wagner csoportnak, hogy akkor égje a Moszkva, és hogy ők se gondolkodtak egy pillanattal sem tovább, hogy mi történne, hogyha egy több tízezer fős had -osztaggal rendelkező hadúr átveszi az irányítást egy ekkora ország fölött. Tehát, hogy kurvára nem gondoltak nem bele, nem hogy akkor mit lehet. Nem, nem, nem volt rájítása, de még úgyis azért elképesztő, tehát akkor megint TikTok gyer elhangzik, de mégis a TikTokon olyanok mentek, hogy így, hogy így a Wagner csoport az valami felmentő sereg, ami így érkezik, és emberek szurkoltak a Wagner csoportnak, és hogy így én már láttam egy olyan TikTokot, már annyi, annyi ilyen került elém, ahol így írta egy ember, amúgy szerintem tök normálisan, így ráírta egy mémre, hogy People, remember, Wagner group is not good. Most egy nagyon béna akcentusra mondtam, de hogy ezek nem jó emberek. Tehát, hogy oké, okay, szurkolhatunk meg, mit tudom, de hogy jusson ezt, hogy ezek nem jó emberek, és hogy, de hogy ezt nem jut eszébe senki ilyenkor, mert annyira a foci csapat eh, érzés, hogy így de nagyon érdekes, tényleg ennek de, a lélek. Tényleg nincs, nincsen mögötte tényleges elv. Tehát, hogy tegnap még ukránokat mészároltak halomra pénzért, mert zsoldos katonák, ma meg már Moszkva felé mennek, tehát hirtelen jók. Nekem a kedvencem a Perszelusz Piton. Wagner, egyenlő persze piton. Ó, oh, hát... Tíz, tíz per Ó, ez De én itt tényleg azt gondoltam, hogy az ellenségem ellensége a barátom című logika működik, és hogy ezzel valamennyire lehet azonosulni, meg én nem is... Hmm, hogy mondjam, róvom fel ezeknek az embereknek. Meg én is azt gondoltam alapvetően, hogy már mert az a kis konfliktus, hogy ez egy két hétig eltart, elhúzódik. Igazából nem nagyon sajnálom a feleket, hogy ebbe nagyon bele involválódtak. Addig is van esély arra, hogy a háború a fronton pedig eldől, vagy hogy eldőlni látszik, vagy valami áttörés mutatkozik. Abban reménykedtem, hogy talán a, mondjuk a, egy olyan alkuképes pozíció. Tehát én, amit ilyen uh, megoldásnak látnék, ha elbillenne abba az irányba a háború, hogy még vannak a korosz kézen lévő ukrán területek, de mondjuk valahogy a krímet, mert azt ott elég, tehát azt könnyen el lehetne vágni azt az utánpótlási ráncolatot, vagy bármennyire is nem értek így a, a hadvezetéshez, de így a térkép alapján úgy tűnik, hogy ott mondjuk azt a krímet így lehetne visszaszerezni, és akkor mondjuk a krímmel alkudozni, a krímet megkapják oroszok, és akkor visszaadják, és akkor zárjuk ezt a témát, tehát az egy olyan tűnik nekem egy olyan okés okay elrendezésnek, amiben az ukránok is belemennének, abból valószínűleg az oroszok nem mennének bele, hogy ők területi nyereség nélkül jöjjenek ki, de hát már egy Krimfélsziget elismerés is azt gondolom, hogy valami eredmény. Ja, nyilván azt meg még nem látjuk, hogy most ennek milyen hatásai lesznek. Tehát most én azt nem tudom, például én nem, nem, ennyire nem vagyok benne, hogy, hogy most mi lesz a Wagner csoport nélkül a fronton, tehát vagy hogy most, most itt bármi is ez, ez, ez fog-e számítani a, a háború menetében? Vagy hogy, vagy, hogy tényleg sikerült-e alkukat kötni itt háttérben, nem, és nem olyan embereket? -e? Egy ember kötött alkut a saját életére, és szerintem ő se bízhat abban, hogy nem kap egy, egy kis novicsokos csomagot, vagy nem esik ki valami nagyobb panellakásnak a magasabb emeletéről, az pedig a, a Primozsin, és hogy. Ennyi. Tehát egyébként lehet, hogy ő és most meg, már, már, itt megyünk a gagyi külpolitikai szakértésbe, úgyhogy nekünk sincsen pingünk az egészről, ráadásul szerintem ilyen külpolitikában amúgy is a hülyébek vagyunk, mint uh, át nem biztos hülyébek vagyunk, mint ezek a szakértők, na mindegy, de hogy csak annyit akarok mondani, hogy, uh, hogy lehet, hogy kényszerhelyzetben volt az ember, és hogy ez volt az egyetlen dolog, ahol bármit is ki tudott alkudozni legalább magának. Valószínű. Igen, én sem akartam megnyitni ezt a kört, csak én pont az, erre akartam fejlődni a figyelmet, hogy fog, fogalmunk sincs, tehát hogy egyszerűen nem, nem látjuk még, és, és kíváncsi vagyok, Ami nagyon, mi nagyon lesz. kemény volt, ez, a, ez, az ilyen információs, ilyen álhírezés, az egész ilyen. Egész nap én követtem ezt az eseményt, és mondom, se tudni, hogy hol tartok. A mai világban, nem? Közösségi média van, mindenkinél van a telefonok, és hogy így... Mert csak egy tippelgettek, hogy most én Moszkva... Rostov között így Melyik az a település, ahol éppen járnak, és így már hallottam, hogy már má, bossz a külvárosa, meg ilyen vieségek, és hogy... Még mai napig nem tudom, hogy hol fordultak meg. Hallottam mindent. 300, 100, 150 kilométer. Fogalmam sincs mai napig. És ez tök érdekes, hogy itt vagyunk egy olyan világban, ahol az információ másodpercek alatt terjed, és dezinformáció van, zaj van, és nem tudunk semmit soha. Hát igen, igen, tehát, minél, tehát ez, az, ez végül is egy ilyen trade-off, hogy minél nagyobb a mennyisége az infónak, annál minőségtelenebb az információs hullám, tehát annál zajosabb, igen, annál nehezebb elérni, nehezebb fine tune Ezt nem... angol szavakat fogok használni mostantól, de hogy, na mindegy, szóval, hogy ez, ez így van. Finom ez hangolás, ilyen. megvan erre a jó szó. Finom hangolni, jaj, de jó, úristen, hát ez a Köszönöm, szóval jobban jel, is csodálatos. Úgy ah, tényleg szebb, köszönöm, szebb, nagyon szép a finom hangolás, ez gyönyörű. Gyönyörű. Gyö, gyö. Na, jó, viszont mi lenne, vagy mit szóltok, ha... Dobra beszél... hangolnánk ezt a beszélgetést, és beszélgetnénk értelmesebb kérdésekről. Igen, mi lenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy a Zeneakadémia, ez így milyen, ez így jó, meg hogy, meg, hogy, meg hogy vannak ezek a krúbi zenék, amik olyan gyönyörű, eh, hogy is mondjam, pentatonokat tartalmaznak ilyen szakértésekbe átmennénk, mi lenne, hogyha erről beszélgetnénk. Tehát, na, oké, okay, de nem akarok itt személyeskedni, meg semmi... Na, csak mondjál a témát, én azt már megtetted. É. Igen, oké, okay. sajnálom, tehát annyit akkor a hallgató kedvéért, hogy ez az egész egy magánbeszélgetésből indul, és, az, és egyszerűen akkor a heves vita volt, hogy úgy döntöttünk, hogy beszéljünk erről ilyen érvényesebb szinteken, úgyhogy visszavonom a Kubizást meg a zeneakadémiát, tehát hogy ez, ez, most nincs itt, ez csak vicc volt, ez, ez csak egy, egy tudom, egy proliskodás volt, de hogy a kíváncsiság hajt, hogy Csoki, te hogyan fogalmaznád meg ezt a témát, hogy miről fogunk most beszélgetni, hogy tényleg át akartam adni, hogy, 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 hogy mutass be, mert szerintem valahol így az értelmiségnek arról, hogy mi, mi az értelmiség, erről kéne beszélni, de, de gondolom, hogy hogy itt, itt azért megosztanak a vélemények abból is, hogy erről hogyan lehet beszélni. Na mindegy, átadom a szót. Hát köszönöm. Igazából most sok mindent behoztál, és szerintem a hallgatóink biztos összezavarodtak, úgyhogy akkor én most kezdem ádám és Évától. A magánbeszélgetésünknek tényleg az volt a tárgya, hogy így elmesélem a péntek estémet. Én voltam egy szerintem tök jó programon, amiről egyértelműen látszódott, hogy ez értelmiség számára élvezhető, tehát, hogy valaki olyan számára élvezhető, aki alapvetően analitikusan nyúl egy művészi alkotáshoz, tehát ez már minimum szinten kell ahhoz, hogy, hogy ezt élvezd, ezt az előadást, és ezért tényleg egy ilyen értelmiségi közeg gyűlt össze egy budapesti kocsmában, és meghallgattuk a Dalszerelő Műhely nevű műsorsorozatnak, a Krubi Szív című számának az elemzését. És szerintem ne ebbe menjünk bele, csak ez az igazi, ez, ez intött el a mi dilemmánkat, hogy vajon érvényese a Krúbidal szövegről, egy akadémikusnak analitikusan beszélni. Vagy nem csak a dalszövegről, magáról a zenéről. Vagy hogy mi történik ilyenkor, ki az értelmiség, vagy mit jelent egyáltalán, hogy ott egy értelmiségi, értelmiségi közeg gyűlt össze, és hogy, és hogy gyakorlatilag mi történik akkor, amikor egy ember okoskodik, mi történik akkor, amikor egy szakértő szakért, valami témával kapcsolatban, és mi történik akkor, amikor alapvetően egy tudatos kultúrafogyasztó tényleg tudatosan nyúl egy művészeti alkotáshoz, és én ezeket a kérdéseket szeretném egyébként felvetni, és, és igazából nekem erre van egy gondolatom, hogy szerintem mi az értelmiség, hogy szerintem hogyan érdemes hozzányúlni egy művészeti alkotáshoz, meg hogyan nem, meg talán azzal kapcsolatban is van gondolatom, hogy az ott, az a konkrét szituáció mi volt, de én a, a, arra hívlak most titeket, hogy azt most engedjük el, és hogy beszéljünk egy kicsit arról, szerintem, hogy egy szakértő, amikor Szakért, meg akkor, amikor egy értelmiség értelmiségieskedik, eskedik, ahogy, ahogy ezt már korábban felmerült bennünk. Ott mi a minőségi különbség, ti egyiket másikat hogyan definiálnátok, és látom, hogy Ákos szerintem hozzá akar tenni ehhez a felvezetőhöz, úgyhogy én akkor... Igen, én, én még egy, egy az ősrobbanást szeretném még Ádám és Éva mögé csatolni, mert szerintem ez a beszélgetés még kapcsolódik az eniholos beszélgetésünkhöz, ahol szintén négyen voltunk jelen, és az Eniholnak a mozis jelenetére, ahol ugye a Woody ellen hátrafordul és kiosztja a Felliniről értelmiségi eskedő, de vajon tényleg értelmiségi eskedő-e, Fickót, aki ilyen, hát mindenféle dolgokat mond így a Felliniről. És igen, igazából nekem így az a... Nem, nem tudom, hogy hogyan menjünk. Én, én azt hiszem, hogy szerintem mehetnénk egy olyan kört, hogy, szerint, hogy ki szerint mi az értelmiségi, ti hogyan definiálnátok ezt mondjuk egy mondatban? azt talán így jó lehet, illetve hogy szerintetek ti értelmiségiek vagytok-e? És, és hogy ki az, aki az álértelmiségi, és aztán szerintem utána csak kibomlunk. Így, 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 így ilyen dolgok kapcsán. Vagy én utálom ezt a szót is. Én, 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 én ebben bennem. Egyetem uh, is a koromtól kezdve van egy ilyen. ilyen magyarázhatatlan gyűlöletem miatt a szó miatt, hogy értelmiség, hogy leválasztja magát egy közeg a, a, többi emberről, és így megcímkézi magát, hogy az értelmiség, mint hogyha a többi ember olyan hülye, rohat, paraszt lenne, hogy csak a fikáját túrja egész nap, és nekem, nekem, nekem ez zavar, és hogy valójában, amit, amikor csak ad ezt a történetet, én ez zavart abban és hogy hát ez olyan jó volt ebbe az értelmiségi közelbe lenni, ahol itt most megbeszéltük ezt a műnek a mélységét, meg a nem tudom micsoda. Miközben basszus, a félszám, egyébként én nagyon szeretem a Krubit, de a, mondjuk a Krubinek a fél műve, vagy a fél produktuma, meg így, meg így számai azért egy csomó ilyen alpári dologról szólnak, és hogy nem is kell feltétlenül sokat gondolni, hanem poénkodunk, el vagyunk, és szerintem ő pont Utána ezt a fajta ilyen értelmiségi eskedést a művei kapcsán, és én ezért éreztem ezt az egészet érvénytelennek, és hogy nekem kb. ennyi a véleményem. És biztos, hogy be lehetne engem is rakni egy értelmiségi buborékba, és megcímkézni ezzel, de nem tudom, én valahogy ennyitől így iszolgok. Igen, igazából csak még visszakérdeznék, akkor szerinted mi az értelmiségi? Tehát ez egy, ez egy, önkényes kategória, leválasztják magukat az emberek, és címkét raknak. Igen, ez magukra. egy önkényes kategória. Én már hallottam olyat, aki az, azt az, az gondol, hogy attól értelmiségi, mert van egy diplomája. Nagy, nagy baromság. Szerintem, hogyha tényleg megpróbáljuk ezt valami határok közé fogni, akkor én azt gondolom, hogy valahogy így reflektálni a világra állandóan, minden nap képberenni azzal, hogy mi vesz minket körül, megkérdőjelezni dolgokat, nyitottnak lenni más gondolatokra, beszélgetni emberekkel, közéleti, társadalmi, politikai, kulturális kérdésekről. Hát valami ilyesmi, de engem így nagyon ledobott az az élmény, amikor elvileg értelmiségi emberek körében nem tudtam egyszerűen átadni egy gondolatot, mert ledobta őket azt, hogy mi beszélgessünk az ai hogy ez egy ilyen foghatatlan dolog volt, és én, és én meg így mondom, hát, hogy, miért nem működik ez a diskurzus, és akkor azt értem, hogy valójában hiába van diplomát, nem igazán lesz meg ennek az értelmiségi kritériumoknak hiába hangoztatod, mert, mert nem vagy nyitott a gondolkodásra. Hogy csak elképzelni se akarod, hanem így leblokkolsz az első lépést, hogy téged ez nem érdekel. És így engem ez mondjuk így... És te annak tartod-e magad? Nem, nem, nem akarom elengedni ezt a kérdést hogy én ezt a fogalmat önmagába nem szeretem. Nem, nem akarom így definiálni magam. Nem. Jó. Tehát én akkor, én, én becsatlakoznék ide, mert én azt gondolom, hogy igen, tehát az a nehéz, hogy aki kimondja magáról, hogy ő értelmiségi, és ezt így használja így napi szinten hogy én egy értelmiségi vagyok, az egy furcsa ember, vagy hogy mondjam, szóval ez nem, nem, egy jó dolog, én nem, nem tartom jó dolognak, és ott már nekem szóval csengő, hogy most ez egy értelmieskedő embere, vagy pedig valóban egy értelmiségi, és nyilván vannak olyan értelmiségek, akik kimondják magukra, hogy értelmiségiek, és nyilván bizonyos helyzetekben értelmes dolog ezt megnevezni, de a legtöbb szerintem ez csak ilyen rongyrázás az intellektusoddal. Nem mondom, hogy én ne csináltam volna ilyeneket a 20 éveim elején, én azt gondolom, hogy ez egy rossz dolog, tehát hogy ez, ez egy, ez, ez egy intellektuálisan, Ö, ide jutottam mára, és egyébként meg a másik, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon nehéz, tehát hogy, hogy az értelmiséget definiálni kell, akkor, akkor nagyon nehéz, mert vannak ez, sok ilyen szó mint az ért, amiben az ért benne van, például a szakértő, ugye, és én azt gondolom, hogy, hogy az értelmiségi, az igazi, tényleg az a autentikus értelmiségi identitás, az abban különül el például a szakértéstől, hogy, hogy képes, hogy is mondjam, hétköznapi dolgokra, hétköznapi nyelven reflektálni, a hétköznapi megélések által, és, és, egyszerűen, és egyszeren nem akarja túlbonyolítani, és képes dolgokat, hogy is mondjam, az ilyen szakzsargon definícióin kívül is értelmezni, és hogy én régen, én beismerem, én egy álértelmiségi karaktert hoztam, vagy egy ilyen értelmiségieskedő, szakértő karaktert, mert mindenre a kerestem egy definíciót, mindent megpróbáltam körülírni, én Mostában már szégyellem magam, ha elkezdek definíciókat hozni, mert én azt gondolom, hogy amúgy ez egy nem jó dolog, mert hogy nem az azon a nyelve szólsz így az emberekhez, ahogyan az valójában érthető, és hogy ez igazából te neked annyi célod van, a komplexusaidból ered. Annyi célod van, hogy te most felvágjál, hogy te egy nagy ember vagy. Ha, ha, ha te valóban információt akarsz átadni, és valóban emberekhez akarsz szólni, akkor igenis neked egy, az az értelmiségi attitűd, hogy van önálló gondolatod, vannak reflexióid a világról, és át tudod adni azt azon a nyelven, ami, a széles közönségnek szól. És én innentől definiálok valakit értelmiségének, és ez, ez, szerintem egy autentikusabb értelmiségi lét, és akkor ez elhatárolja a szakértősködéstől, elhatárolja az értelmiségi eskedéstől, az álértelmiségtől, és én törekszem arra, hogy én egy ilyen autentikus értelmiségi legyek, és ebbe beletartozik az is, hogy ne kezdtem magadat autentikus értelmiségének nevezni, szóval innentől ez már egy ilyen paradox helyzet, mert nem is akarom magam így nevezni. A lényeg az, hogy azt akarom, én, én most már feltett szándékom az életben, hogy ne zsargonizáljak folyamatosan, és ha csinálom, akkor meg rosszul érzem magam, mert nyilván nehéz ezt levetkőzni, de szerintem, hogy is mondjam, az a szakmáthoz tartozik, ha elkezdesz zsargonokkal meg, az, az ahhoz tartozik. Cs mit te, meséld el az egyetemen, tanítsad, tényleg, ezek tök jó, tehát oktatóként szerintem teljesen legít, de hogyha te a közhöz szólsz, a publikumhoz, akkor nem, nem ez az attitűd a helyes, én ezt gondolom. És és na mindegy, ennek még egy csomó íze van meg ilyen kis, kis szelete. Uh, nyilván ebben egy ilyen elit kritikusság is benne van, és, és utálom például a művészet elitjét, szörnyű hallgatni ezeket az embereket. Na mindegy, uh, majd még erről, erről akarok beszélni. Jó, hát akkor folytatom. Uh, hát amit én nagyon utálok, az az álnaivitás. Én ezzel indítanék, és elmondom, uh, hogy itt mi a problémám. Az a problémám, hogy az értelmiségi szóhoz nem tudom, hogy a világon hogy van, de hát a magyar politikai hátterünkből egyértelműen következik, hogy nagyon kemény negatív attribútumok kapcsolódtak. Tehát, hogy egy osztályszintű elkülönítést érzünk benne, egy ilyen magasabb osztályova nem lehet bejutni, főleg az első generációs értelmiségiek szokták ezt gondolni, vagy ugye ezt hozzuk otthonról, hogy igazából ez egy olyan osztályova, aki nem fogad be minket, akiknek van egy ilyen homogén közege, tartozik az, hogy jobbnak gondolják magukat másnál, meg nem tudom, ilyeneket gondolunk az értelmiségi csoportról, de hogy ez így nem igaz. Ez a sztereotípiánk az értelmiségi csoport al alatról, Nézzünk föl erre a csoportra, leválasztjuk a saját csoportunkra, azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk a része, és konkrétan neg ezeket a negatív attribútumokat látjuk ennek a csoportnak a, a, a külső burkára ragasztva, és azt gondoljuk róluk, hogy ők Természetszerűen nagyképűek, természetszerűen jobbnak gondolják magukat másoknál, természetszerűen nem tudom, olyan érvénytelen állításokat fogalmazzak meg dolgokról, amik nem annyira bonyolultak, és nem kell túl gondolni, de, de mindenképpen túl fogják gondolni. Csak hogy ez, ezek a ti egyedi konstrukcióitok a, az értelmiségről a saját definícióitok mentén, és szerintem ez nem így van. Az értelmiségi annyit jelent, egyébként nagyon hasonló, amit az Ádám is jelent, vagy amit az Ádám is mondott, és az, az Ádám definíciójának Ádám tökéletesen megfelel, csak ki zárójába zárva, hogy az egy olyan ember, aki általában tisztában van a világ működéseivel, mert van egy általános műveltsége, általában tisztában van a jelenlegi dolgok folyásával, hiszen van egy Kirólvasási rutinja, ö, észeli a dolgok alakulását, észeli a dolgoknak a változását a világban, és ezt értelmezni is tudja, és van is egy vágya, van is egy, van is egy belső motivációja arra, hogy ténylegesen megértse. Ebből kifolyólag ő olvasni fog, ebből kifolyólag ő különböző művészeti termékeket fog fogyasztani, ebből kifolyólag más értelmiségiekkel fog beszélgetni arról, hogy mi történik most a nagyvilágban. És hogy régen a magyaroknak volt egy gyönyörű és burjázó értelmiségi közé akik aki különböző kávéházakban fejtették meg a világ működését, és hoztak létre művészetet, és köszönhetjük a 20. századunknak, hogy bazd meg, értelmiségiek a saját csoportjuk ellen fordulva kritizálják ilyen rendkívül alávalóan is nemtelenül ezt a csoportot, olyan attribútumokat rájuk ráaggatva, ami egészen egyszerűen nincsen ott bocs, csak Csóbor, hadd reagáljak, hogy te összemosod az értelmiséget az értelmiségi eskedőkkel. Ugyanabban a hibába estél, amiben, amiben szerintem nem kell esni. Tehát én egyetértek, hogy az értelmiség az egy tök jó kaszt, hogyha az egy normális én módon az van kezelve. Tehát kik az, az értelmiségi eskedők, csak hogy ezt is még definiáljuk, aztán én is jönnék a saját körömmel. Hát azok, akik ezek, akik, akik így az elit, akik azt gondolják, hogy ők, ők tudják az egészet, hogy, és a saját nyelvükön kommunikálnak, és, és, és szerintem egyébként a pszichológusoknak a saját kis értelmieskedése ez ezek a az ilyen, ö, ezek a pszichológus zsargonok, és akkor ahogyan így ezt beleviszik, hogy na most akkor ö, hát hogy mondjam, ez egy ilyen reflexzálatban területek. Egy, egy borderline működést alex, csak ilyen borderline éleket azt hiszem. De ez lehet, Mi hogy előlem jön. Jöne, vissza, csak ja, csak Jó, no, ez jó, köszönöm, ez, ez volt az. Na, no, de érted, ilyen, ilyenek, ez az érzés. Tehát, hogy, 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 mondjam, hogy, hogy nem lehet úgy beszélgetni, hogy ne, ne azt kell hallgatom, hogy, 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 a másik mit tud, és elveszni a másiknak az intellektusában, hanem őszintén tudjunk már beszélgetni valamiről. És egyébként szerintem, mondom, én ilyen én szempontból önkritikus vagyok, mert szerintem én is ezt csináltam sokáig, de én ezt nagyon átgondoltam, és én tényleg azt gondolom, hogy, hogy a legtöbbször én úgy kommunikáltam, hogy az ember azt tudja rólam, hogy én okos vagyok. De én már nem akarok így kommunikálni, én úgy akarok kommunikálni, hogy őszintén valamit akarok mondani az embereknek. És, és bosszus, ehhez olyan nyelvet kell választanom, és olyan attitűdöt, ami nem ez az értelmiségieskedés, ahol tényleg kávéházakban megfejtitek a hülyeségeteket. Hagyjál már ezzel, ez, ez, ez nem értelmiség. Ez, Na, egy, tovább, hogy ez azt, egy, kasztosodás. Azt, ak azt, akarom mondani egyébként, hogy az eniholos vitánkra, vagy az eniholos beszélgetésünkre menjünk egy picit vissza, terület, sokkal más a minőségben beszélgettünk szerintem, és nagyon sok jó dolog elhangzott. És az, amit én mondtam, az nem tudom, hogy jó volt, -e, de még egyszer idehozom, ott én azt mondtam, hogy ez a fajta szakértőiség, ez nem egy értelmiségi eskedés, hanem ez a, a tudásnak egy korábbi szintje. Akkor, amikor, és akkor kurvára egyetértettél velem a és azt mondtad, hogy igen, ez több minden megerősíti. Konkrétan, amikor még nem vagy valamiben olyan elképesztően otthon, akkor nem tudod ennyire a hétköznapok szintjén tárgyalni, akkor nagyon sok szakkifejezést fogsz használni, akkor le fogod egyszerűsíteni a kommunikációdat a szakzsargonra, mert sokkal könnyebb azt a szakzsargont használni, mint három mondatban körülírni, amire gondolsz. Hogyha olyan közegben de vagy... Kinek ahol... Írod körül? Várjál, de, tényleg, annak írott körül, aki ismeri, akkor... Én akkor Miért nem az szakzsargont? Miért akkor... beszélgetsz róla, hogy, hogyha valaki magyarázod hogy... azt a hiszét. Hát de két szakértő, hogyha beszélget, akkor csak szakmai nyelven beszélnek. Igen, igen, de, de... az nem... De az úgy oké. Okay. Én, én picit a, a saját ö, definíciómat, hogy szerintem ez egy torony, ö, és a toronynak vannak szintjei, és én azt gondolom, hogy egyébként a szakértők is része az értelmiségnek, és hogy szerintem ezt, tehát én azt érzem az a legszérvelés, hogy ő is szétválasztja, hogy szerintem a torony felső szobáiban vannak azok, akik csak az absztrakcióban vannak, és semmi más nem érdekli őket. Itt csak a szakma, csak a zeneelmélet, nem tudom, 17. század, és így arról mindent tudnak, és igazából nem érdekli őket, hogy ezt átadják másnak. Ez így a saját örömükre csinálják, vagy azért, mert így beleszerettek ebbe a tudományákba, és így ezt művelik. És vannak olyan arcok, akik ilyen közvetítők, akik így fellerohangásznak a toronyban, és összekötik a különböző szobákat, vagy akár így a torony, ö, nem tudom különböző rétegeiben lévő embereket, de szerintem nem csak ezek az értelmiségiek, hanem a toronynak minden lakója értelmiségi. Tehát szerintem attól, hogy mondjuk valaki egy filmesztéta, és mondjuk mindent tud a nem tudom, bunyol el filmekről, de ő erről nem hajlandó podcastben beszélne, megírja a cikket, nem tudom, a filmvilágba, és neki ez így elég, attól ő még nem lesz értelmiségi sem, meg nem lesz feltétlenül egy rossz értelmiségi, hanem egyszerűen ő kielég, megelégszik ezzel a szakértői pozícióval. Oké, okay. Ezt elfogadom abban az esetben, hogyha ő megfelelően kommunikál a csatornájához. Tehát, hogyha ő szakcikben, vagy szakfolyóiratban publikálja a szakcikét, rendben van. De hogyha elkezdem, tehát hogyha, tehát most itt az a, az a baj, hogy, hogy nem, nem, mondjuk azt mondja, hogy a te példáddal az a baj, hogy mondjuk nem azt mondja, hogy podcastet csinál, hanem, hogy ő csinál egy olyan, mit tudom én, egy ilyen monopodcastet, amiben ő majd ugye elmeséli az ő hatalmas egójával és agyával, hogy mi, hogy, hogy kell érteni a, a dolgokat, és, és szerintem innentől ez már egy átlépés az értelmiségieskedő kategóriában. Tehát amíg hmm. tudod a helyedet és a kommunikációdat, addig oké. Okay. És például szerintem ez is a, a, a bocsánat, még utolsó, hogy a Woody Allen filmben szerintem az is az volt, hogy egy tévesztés történt. Tehát eltéveszti azt, hogy most hogy kéne beszélnie a, 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 a bráknőjével, vagy nem tudom, lehet, hogy randiztak a, a kiszemeltjével, tehát hogy Két érdekel most ott a sorban azt a kiszemelt csajt, hogy hát a fellini egyébként a képei, hogyha megnézed, hát az a kompozíció, hát az az összete, Hát most kinek csinálod? Kinek adod elő magad? Így. Tehát hogyha ezt megírja egy szakcikkbe, tök jó. Semmi baj. Semmi baj nincs. De számomra ugye a podcast is ilyen, hogy aki szeretné, az hallgatja, aki meg nem hallgatja, az nem hallgatja. Tehát számomra az az állértelmiségi, aki úgy használ fel tudományos, vagy, vagy egyéb ilyen intellektuális értéket, hogy egyébként annak a mélységével nem rendelkezik. Én is jövök a saját kártyáim kiterítésével, hogy én meg ezt csináltam nagyon sokat, hogy, hogy egyszerűen úgy hivatkozol dolgokra, meg úgy építesz bele a monológodba hivatkozási pontokat, amiket így igazán mélyen nem ismer. Szerintem ez az áll értelmiség, és nagyon sok értelmiségi családban lévő fiatal, amire ugye Csoki is utalt az enni holos monológba, ebbe esik bele, hogy egyébként ő még nem rakta bele ezt a munkát, tehát nem olvasta ki mondjuk, nem tudom, a filmelméletet, de már néhány elcsípett ebédnél lévő beszélgetésből így hivatkozik, és hogy szerintem inkább az az álértelmiség, hogyha valaki amúgy tényleg belerakta az egész életét arra, hogy mondjuk a szürrealista filmelméletről mindent tudjon, azt beszéljen róla nyugodtan, max nem értek ki az embereket, és akkor így elfordulnak tőle. De messze mentünk, mert szerintem ez megint a szakértő kérdés, és nem az... Való az értelmiségének an... hogyha már Alex itt az, hogy milyen sok mindenben benne van az értelem szó, és az értelem kereséséről kéne szólni egy értelmiségének a feladatának, hogy megtalálja a dolgoknak a, a magvát, vagy a, a igazát és az érvényét. Ö, és nem arról, hogy így fitoktatja az ember a tudását. És, és amúgy szerintem vannak ilyen közegek, ahol, ahol az, a, ezek az emberek így elhatárolják magukat a, a tömegtől. Nekem abszolút egyetemen ilyen élményem volt a, a bibó szakkollégiumosok, ők, miután valaki belépett a bi, bibóba, pff, nem is beszéltél vele. Tehát egyszerűen egy ilyen külön világba, külön buborékba kerültek, és azt én egy ilyen, mindig egy ilyen elitizmusnak tartottam és utána ezeket a sok beszélgetős műsorokat, hogy az értelmiség ezt gondolja, azt gondolja, hát azt hiszem, az meg mégiscsak az Orbán Viktor van megszavazza, mert nem foglalkozunk azzal, ami a valódi lényeg, hogy az átlag ember, vagy hogy átlag, érted? Hogy nekik mi a véleménye, mert hogy nem tudom, saját fingunktól vagyok megrészegülve, én ezt nem szeretem. Egyébként ez a mércém, sose, sose az értelmem, vagy a, a tudás meg az ikon, meg ezeken a szakértéseken Én pontosan ugyanúgy utálom a, a, a szakértőt, aki egy patkány módon, nem tudom, csalja a feleségét, meg veri a gyerekét, mint a prolit is, aki ugyanezt csinálja. És ugyanúgy fel tudok nézni a prolira, aki amúgy izé... És ne hiába röhögsz egyébként, ezt tényleg így gondolom. De nem, de csak nagyon vicces volt a, a kép, ami megjelent. Nem, nem azon nevettem. De akkor nem akkor jön. számodra ez a dolog, ez, a ez inkább az erkölcsi dimenzióban de, van, és nem is az értelmi dimenzióban. Mindig is így volt, de ez, hogy én ezzel nem tudom, ez, túl van becsülve ez az értelem, ez az ilyen, mint hogyha ezzel csak így valakik rendelkezhetnének, és hogy, hogy, hogy jaj, az okos ember, ő biztos, hogy jól tudja, aztán nem biztos, hogy jól tudja. Ezzel utána ezért után mondja én a balog Leventét is. Tehát nekem is sok minden összejön ennek kapcsán. A Levent és ez a, jaj, az üzletember, amikor ah, megcsinálta a pénzt, hát biztos kurva okos. Az meg biztos Jó, de meg de egyébként nem nagyon okos, tehát most ezt tegyük de hogy nekem tehát... nagyon sok minden kapcsán van ez a, túl van misztifikálva valami, ami egyébként nem olyan feltétlenül lehetetlen dolog, megtörténik Jó, ha... emberekkel, és hogy egy csomó más aspektusa van az életnek, amit én sokkal nagyobb dolognak tartom, és nem Ötödik vagyonhoz vagy tudásszinthez, hanem csak egyszerűen ahhoz, hogy az emberek meg tudnak hozni kész döntéseket az, az életükben. Nem tudom. De én ezt így elfogadom, azt hiszem, szóval én ezzel egy kiegyezek. Hogy akkor neked ez fontos, csak az értelmiség nem ilyen szempontból nem, nem fontos. De akkor az értelmiségiek is lehetnek jó emberek. Lehetnek meg tényleg az, az amikor arról van szó, hogy így értelmiségi vagyok, vagy ilyesmi, én abszolút érzem abban azt a fajta mint hogyha ez különítene el téged, a többi embertől is emelnek ki. Pedig az, hogy te, neked jobb lehetőséged volt a tanulásra, vagy ilyenek, akkor a leginkább független tényező. Igen, meg engem amúgy még az is zavar, hogy az értelmiséggel mindig a státusz jön, meg mindig, hogy tényleg elnevezed magad értelmiségének, meg ízé, de hogy valami az értelmiség, akkor miért nem egy felelősség kérdés, hogy te felelős vagy azért a azért, amit mondasz, vagy ahogyan közvetítesz. Nem tudom, most Ákos itt a toronyra még gondolkodtam, de, de mégiscsak valahogy én, 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 azt érzem, hogy az értelmiséginek csak annak a karakternek kell lennie, aki mászkál, és hogy a többi az meg maradjon a szakértő, mert az értelmiség felelősséggel tartozik azért az értelemért, amivel rendelkezik, és hogy ő ezt mindenképpen szeretné a kultúrába beforgatni. Tehát, hogy innentől lesz ő értelmiségi. Igen, igen. Én arra gondolok, hogy itt lehet kifelé élni, úgymond, meg befelé élni, eh, ahogy így Jung is szokott fogalmazni, tehát hogy így lehet így a közvetítésre feküdni meg arra, hogy, hogy elmerülj a szakértelemben, és hogy szerintem ezek ilyen zsetonok, és ilyen arányokat lehet felállítani. És én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő 90 zsetont rak arra, hogy ő elmerül a szakértelemben, és ő mindent tudni fog, nem tudom, a 14. századi hajó hajók formáiról, az igazából felelősséggel tartozik a történelem, meg a tudomány iránt, amit művel. Mm. És ezt nem, nem muszáj neki közvetíteni, majd lesz valaki, aki elolvassa az ő cikkét, és így nem tudom, csinál ebből egy tök jó videó eszét, hogy azért hajózott az egyik ország jobban, mint a másik, mert hogy jobb hajóformáik voltak. De hogy, hogy önmagában nem kell neked mindent megcsinálnod, hanem lehetsz te úgy értelmiségi, hogy, hogy inkább így el vagy foglalva a kis szobádban, és lehetsz úgy, hogy igazából egy világokat kötsz össze. És az és biztos, hogy, hogy a hatalommal nem szabad visszaélni. Tehát attól, hogy te minden tudsz a hajók formájáról, még nem leszel önmagában jó ember, és hatalmas ember sem leszel. Jó. Szóval ez lényeges. Igen, cészen. és megint oda jutottunk vissza, hogy már megint ez a probléma, hogy olyan értékeket kevertek bele az értelmiségibe, és most a meg egy olyan értéket nem kevertél bele az értelmiségibe, amibe, ami egyébként nem a szerves része. Tehát, hogy ö, igen, az értelmiségi ez egy csoportosító szó. Tehát, hogy egy olyan tulajdonság, ami alá tartoznak emberek, és más emberek meg nem. De hogy ilyen rengeteg van, és nem értem, hogy ez speciál, egyébként tudom, de értem, hogy miért, azért, mert olyan uh, tartalomelemek tartoznak hozzá a fejetekben, amik negatívak, és azt gondoljátok, hogy akkor ez így egy negatív csoportosító, de hogy ez nem egy, ob nem egy objektív igazság, tehát az értelmiségire tízezer különböző definíciót lehet hozni, az a baj, hogy össze-vissza rángatta az utóbbi évtizedekben a média, a különböző véleményformáló gondolkodók, de hogyha mondjuk csak a puséri értelmiségből indulunk ki, hogy az az ember, aki mindenhez kritikusan áll, mindenről megpróbál beszélni, minden, megpróbálja felfejteni a dolgok értelmét és érvényességét, amit az előbb mondtál Ádám, akkor alapvetően ez nem egy rossz pozíció, és azt is akarom mondani, Alex, hogy te, felelősséggel tartozik. A tudásnak van felelőssége, hogy ne lenne. És hogy amit az Ákos az előbb mondott, ez szerintem egy elképesztően fontos dolog, hogy a, hogy szerintem nem csak, a, nem csak a tudományossággal kapcsolatban van felelőssége annak az embernek, aki képes a 19. századi hajó formáknak az összes dolgát megtanulni. A politikai felelőssége is van. Minden embernek, aki képes, magas Komplex gondolkodásra van felelőssége abban, hogy felismerje az éppen aktuális az zajló események mögött álló tényezőket, és hogy ne lehessen átbaszni. Tehát az, hogy egy. Ö, ö, értitek, egy magas komplexitás szinten reflektáló és gondolkodó embert ne lehessen propagandával átbaszni, az szerintem egy ilyen minimum, fe, minimum elvárás, és hogyha nem rak bele ebbe energiát, akkor ő egy felelősség. Ö, a, a, tehát, hogy ott az ő felelősségével probléma van. De, de Csuki, abban én annyit értek veled, hogy akkor tényleg az értelmiséget lehet pozitívan érteni, csak én pont azt kísérlem meg, hogy különítsük már el azt, ami valóban az értelmiség, és ami valóban pozitív, és hogy ilyen szempontból igen, tehát hogy mondjuk most ez egy új vetület, amit beosztál itt a politikával, hogy igen, én valahol amúgy ezt is gondolom, hogy, hogy aki aki egy értelmiségi, és, és, hogyha tényleg akarjuk, hogy társadalmilag ez a szó jelentsen még valamit meg funkcionáljon, akkor annak igenis a kultúráért van felelőssége, a politikáért is azért van felelőssége, hogy egy jobb társadalomban éljünk, mert basszus, az a felelősség, hogy te, ahogy Ádám is mondta, belekerültél abba a helyzetbe, hogy tanuláshoz jutottál, hogy kiképezhetted magad, és hogy, hogy olyan ismertségi hálód van, akik döntéshozók, és mindentől te felelősséggel tartozol, és mindazokért, akik nem juthattak el erre a erre a színvonalra, vagy életszínvonalra, vagy szintre. És hogy én ezt hiányolom egy csomószor a nem értelmiségiként viselkedő emberekből, hogy nekik annyi céljuk van, hogy ilyen tényleg ilyen intellektuális ö, maszturbációt tartsanak, ilyen nem tudom, szobákban, meg, meg, táborokban, meg egymásnak semmi, sehova nem vezet, senki nem beszél semmiről, el vannak alélva önmaguktól, nem akarják az értéket keresni, csak azt, hogy így tényleg mit tudom én, hogy, hogy a esztétikailag, hát ez most mit jelentett, de nem ez fog előrébb vinni, meg nem ez a felelősség, amivel tartozol. Én valahol ezt érzem, tehát hogy de akkor a 14. századi hajóformákról doktorit írni, akkor az nem jó dolog. De, de nem hogy igazából. De, de nem azt mondom, hogy, hogy, nem jó vagy, dolog, hogy akkor nem, csak... nem vagy értelmiségi. A te olvasatodban. Az én olvasatomban nem ez definiálja az értelmiségi létedet. Tehát, hogy az én olvasatomban ez definiál téged, mint egy tudóst. Én fel tudok nézni el, mint egy tudós, meg nyilván én is, hogy mondjam, rengeteget olvasok a, a humán emlékezetről, meg a hipokampusz entorinális kérgének a mit tudom én, melyik ö, molekuláris rétegéről. Nem ettől vagyok értelmiségi, hogyha az vagyok. Én nem ettől akarok az lenni. Ettől tudós aha, vagyok. Aha. Ettől ja, egy tök tudós leszek. Remélem. Uh -huh. Azt akarok, remélem. De hogy Érted? Szóval, hogy az értelmiségnek másfajta felelősségei vannak az én szememben, és, és, ezt, és ezt rendre meggyalázzák azok, akik, akik másképp használják ezt a szót, akár úgy, hogy a legkisebb dologról, hogy szereztem egy diplomát értelmiségi vagyok, vagy hogy a legnagyobb elvontságra azt mondják, hogy hát én értelmiségiként itt az esztétikáról szeretnék. Tehát én, hmm. na, ezekkel problémám van. Egyébként az értelmiségi eskedés, az azon tényleg egy ilyen, ilyen szándékkérdés, és az a Woody elleni Lennet. nem azért irritáló számomra elsősorban, mert téma, amiről beszél. Azt, hogy ezt milyen szándékkal mondja, mert hogyha valaki tényleg lelkes egy dolog kapcsán, és így ő úgy mondja, hogy ő remes ebbe a kérdésbe, és igazából erről szeret egész nap beszélni, meg tudom érteni. Akkor tényleg a saját egódat cirolgatod, és nagyítod fel, és hogy azért beszélsz, hogy most a másik lássa, hogy te mekkora egy intellektuális zseni vagy és hogy nem is a téma iránti lelkesedésed beszéltet erről. Igen, nem. azt szerintem az, hogy, kér, megkérdőjelezhető. Én, 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 rendszeresen már én is csináltam ilyeneket, hogy, hogy, azért beszéltem, hogy az emberek okosabbnak lássak. Nem vagyok, nem vagyok más, mint a többi szar ember. De, de, én most már tudatosan kerülöm mindenfajta olyan emberrel, akivel így nincsen ilyen szoros viszony, hogy ilyen kérdésekről ne beszélgessünk, úgy, hogyha nem, nem, érdekli a másikat. Tehát azért én nem fogok magyarázni, meg elmondani, meg, meg, felvágni, hogy, az én egóm dúzzadjon. Tehát ez nálam például klasszikusan randi helyzetekbe került elő, de itt most nem akarom behozni ezeket a témákat, hogy így elkezdtem mondani, hogy én be vagyok, vagy miket gondolok, vagy ilyenek, és így ilyen hosszú monologizálások, és én ettől így kiátráltam. Hogy, hogy, én így többet nem fogok csinálni, mert hogy ez szerintem nevetséges. Én, 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 elmozdultam az álláspontomban időközben, és nekem főleg a Alexnek az a monológia győzött meg, hogy ez egy, hogy valójában az, hogy te tanulhattál, az, az nem rajtad múlt, ezt talán Ádám is megpendítette és hogy igazából ez egy tök nagy szerencse, meg egy tök jó dolog, hogy, hogy neked megvolt a lehetőséged. Ez még önmagában nem borítékolta az, hogy megírtad a 14. századi hajókról a doktorit, de ha már megcsináltad, és nem tudom, penge vagy történelemből, és mondjuk mások meg ezt nem tudták megcsinálni, akkor tartozol annyival, hogy hogy egyszer egy, nem tudom, egy olyan társadalmat létrehozni, ahol minél többen meg tudják ezt csinálni, vagy egyszerűen így azok nevében, akik nem, nem, jutottak be, nem tudom, a tör, már a töri szakra sem, így, így, így felszólalsz, vagy így képviselsz. Valaki szóval én valahogy nagyon nem láttam ezt a felelősséget, tehát én nem értettem, hogy egy értelmiségének miért kellene így bármiért felelősséget vállalnia, de ilyen tekintetben amúgy maximálisan van egy felelősség, hogy, hogy a szerencsések kiváltsága az, hogy akár, hogy mondjuk egy diplomát összerakjanak, és hogy ezzel amúgy innen már uh, számolni. Most csak ilyen baloldali dolgokkal kell dobálni, ilyen lifi dolgokkal, és egyből itt az Közben én azt láttam, hogy nála, nála ez így működik. Jaj, hogy a tényleg, hogy nekünk itt ilyen, ilyen felelő. Én tényleg ez jó, vagy Szeren... lehet? Szeren... lehet. Szerencsésebb szerencsés, szerencsés, helyzet tényleg, hát azért. Szerencsés. De igen, igen, lehet, lehet, hogy van egy ilyen füstbomba, egy ilyen uh, balos füstbomba, amit ha rám dobsz, akkor így hirtelen így, uh, így Szias, átállok ilyen, az Na, viszont akkor, hogyha már így egyetértünk a felelősségében az értelmiségi osztálynak, akkor, akkor azt szeretném így megerősíteni, hogy én nem véletlenül gondolkodok az értelmiségi csoportra pozitívan. Azért, mert hogyha pozitívan gondolsz rájuk, és olyan embereket asszociálsz oda, akik képesek átlátni a szitán, képesek átlátni folyamatokat, képesek felelősen döntést hozni, és utána hozzátársítod azt, hogy egyébként nekik felelősségük is van, akkor igazából megképzel egy olyan mobilizálható dolgok változásáért Felelősséget vállalni tudó és drájvolni tudó csoportot, akik igazából a társadalmi változásokat tudják hajtani. És én mindig így tekintettem az értelmiségi csoportra. És nekem nem voltak benne ezek a negatív attribútumok, amikkel folyamatosan itt tizéit szatok az elején. Nem én csak is kérdezem csak, hogy ebbe a kis szűrőbe hány van. Fogalmam sincs, és én nem is mondok ilyen fasságokat, mint ami korábban elhangzott, hogy ez az elit kösz kik ezek az elitek. Hát kik ezek? ezek? No, ne. Ezek? Hát, ő, hát szerintem hogy Ákos többet tud mesélni, de hát szerintem ezek a művészetek völgyében oh, összeülő. Hát, a heti hetes, a heti hetes, hát ez Aha. az jó, volt, jó, jó, jó. a hát erről szólt, bassza me. Jó, oké, okay, értem, értem. Nem mondtam a Bibosza kollégómat, az meg az én nézőpontom Nem láttuk őket, sose. Igen, igen, csak hogy ezek az emberek szerintem nem értelmiségiek, ezek az emberek tudnak Valamit, és egyébként... Én azt hiszem, hogy most összeértünk. Hát ugyanezt igen. mondom én, ugyanezt mondom, csak egy magukat értelmiséginek még... tartják. Értem? Igen, de nem, nem még, azt sem gondolom, szerintem még azt, ezt a poszt is fel tudják venni, amit ti, és ezért tartottam ezt a poszt rohadtú veszélyesnek. Ők is mondhatják, hogy jaj, ugyan, mert hát én nem vagyok értelmiségi, én csak egy jogász szakértő vagyok a Bibó szakkollégiumban. Ah, hogy én nem, ez nem, nem ez vagyok értelmiségi. Mi vannak ezzel? ezzel, ezzel. Dehogy is, dehogy is, is, nem is. Biztos, hogy nem mondják magukra azt, hogy értelmiségi, tudod, miért, mert ők azt magukra, hogy azok és hogy vagy minden egyes manírjukkal, és minden egyes viselkedésükkel ezt a pózt képviselik magukról. És hogy szerintem egy igazi értelmiségi, az nem kell, hogy minden egyes pózában ezt a, ezt a dolgot képviselj. Egyszer mondtam az Alexnak, vagy nem tudom, hogy kinek, pontosan tudom, hogy hol, de azt mondtam egyszer, hogy szerintem egy igazi értelmiségi, hiába olvas Proustot, hiába olvas, nem tudom, hiába művelődik a legmélyebb, legkomplexebb művészeti és kulturális dolgokon, és érti is esetleg, de hogy kirakhat a csöcsös posztert a falára, ha neki az tetszik. Mert nem kell védenie, nem kell félteni az értelmiségi státuszát, mert hogy neki igazi, élő értő kapcsolata van a művészetekkel, a tudományokkal, meg úgy általában a világ működésével. És hogy megteheti azt, hogy proli, megteheti azt, hogy ordibál egy kocsmában, megteheti azt, hogy ö, nem tudom, ö, borzasztóan alávaló szar, kategóriás filmeket néz, mondjuk a ö, én őszintén azt gondolom, Józikát hogy ez hogy valójában nem lehet értelmiség, hogy ezeket nem végzed el egyébként. Vagy akkor abban megegyeztetünk, hogy, hogy az értelmiség jelenthet egy pozitív csoportot, és jelentenie kell. De ehhez én tényleg azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen meg kell különböztetni, és egyszerűen ki kell mondani azt, hogy kik azok, akik visszajönnek az értelmiségi státuszukkal, vagy egyáltalán azzal, hogy magukat értelmiséginek tekintik. És én ezeket próbálom megnevezni, és, és, lehet, hogy ettől úgy hangzik, hogy én. Mm, lenézem magát az értelmiséget, vagy, vagy negatívnak gondolom, nem ez van, csak szerintem visszaéltek túl sokan, így a történelem, meg főleg a, talán a modern kor során, ezzel a, ezzel, a, ezzel a kifejezéssel, vagy ezzel a társadalmi ranggal, és hogy ez inkább a felelősség oldaláról kéne megfogni ezt, én úgy gondolom, és egyszerűen azt tudatosítani, hogy nem, nem az van, hogy te értelmiségi vagy, és akkor ettől nőjön az egód, hanem értelmiségi vagy, oké, okay, akkor hogyan tudod átkonvertálni a tudásodat úgy, hogy azzal segítsd a kultúrát, segítsd a társadalmat, segítsd az embereket, és ne csak maszturbálj a művészetek völgyébe, vagy itt tudom én, hol vannak, mit tudom én, melyik elitek. A lényeg, hogy a sznobériát el kell kerülni. Ez az én véleményem. Ti mit gondolhatok így záró szóként? Ha, ha zár, zárót kell mondani, akkor én azt mondom, hogy valóban van az értelmiségnek felelőssége. Nem, nem, csak a tudományák felé, hanem valamilyen formában a társadalom felé. Én nem gondolom azt, hogy mindenkinek nem tudom, cikket kell írni, vagy podcastet kell csinálni, de hogy valami gesztust kell tenni, akár egy előadást megtartani, akár a dalszerelő műhelyét megszervezni, hogy valami kapcsolat legyen a, a, laikusok, vagy így a kívülállók és, és közte, Szóval ebben így abszolút egyet tudok érteni. Én amellett kiállnék, hogy attól, hogy valaki mondjuk egy elit szinten űz, akár egy tudományt, akár egy művészetet, akár bármi mást, még önmagában nem azt jelenti, hogy ő egy ilyen egoista és egy ilyen szörnyű ember lenne. Tehát az, hogy szerintem vannak jó arcok a zeneakadémián, akik amúgy nincsenek elszállva maguktól, én ezt így el tudom képzelni. Tehát én vagyok a naív és optimista szélén ennek a csapatnak, azt hiszem sok esetben. És legyünk jó emberek. Én azt gondolom egyébként csak azért, hogy mondjak olyan, tehát mondjak azzal a kapcsolatban is kritikát, amikor, amikor valaki szerintem értelmiségi eskedik, hogy ebben tényleg kétféle van. Az egyik az szerintem, csak szimplán egy fej. Ez, amit nagyon sokszor idehoztatok, hogy azok az emberek, akik csak arról tudnak beszélni, arról az elvont szintről, abban az ő saját elvont közegükben, ahol mindenkinek jobbnak érzik magukat. Ha vannak ilyen emberek, ezeket kurva könnyű egyébként szétszedni atomjaira. Tehát, hogy ezek az emberek azok, akik, hogyha elhangzik egy erősebb állítás, akkor halára váltani, zé elfordulnak tőled, és kimonulnak a terembe. Tehát, hogy ilyen emberekkel gyakorlatilag alig találkozom. A másik fajtája azt szerintem, hogy sokkal tipikusabb, és sokkal Ilyeneket érdekesebb. és <laughs> szóval, sokkal tipikusabb, és sokkal érdekesebb jelenség az, amikor, a, amikor az amikor a tudással nem rendelkező emberek, az interneten rengeteg ilyen van fórumokon, meg például Discord, a Discord szervereken, gondolnak valamit a világra, ami teljesen oké, okay, és hallgatnak mondjuk valami szakmaspecifikus specifikus dolgot, mondjuk a politikáról, vagy a történelemről, vagy a kultúráról, és egészen egyszerűen nincsen meg nekik az az általános tudásuk, hogy rendszerbe tudják tenni ezeket az információkat. Nem tudom, hogy láthatok-e ilyet. És hogy ezért megvan az a tudásuk, mondjuk tipikus, ilyen nagyon borzasztó rasszista dolgok szoktak ebből kijönni, hogy megvan az a tudásuk, hogy a IQ-teszteken magasabb IQ pont jön ki a fehér embereknek, mint a feketéknek. Igen, ez így van de ennek van oka, és ezt már nem látják, mert nem értenek az iq meg nem értenek a pszichometriához. És ők azt gondolják, hogy ebből az következik, hogy a kognitív képesség a fehér embernek objektívan jobb, vagy magasabb minőségű az agya, vagy komplexebb az agya, vagy fejlettebb, mint, mint embercsoport, mint a feketék, holott hogy ez nem igaz, ez egy mérési probléma, amiről rengeteget tudnánk beszélni, és hogy ez most csak egy példa volt, amit kiemeltem, de hogy ez rengetegszer megtörténik, hogy van valami tudása, azzal a tudással rendelkezik, ő azt komplex, rendszerekbe tudja egyébként rendezni, de hogy hiányzik mögül az az általános tudás, ami megadja annak az információnak, az értelmezésének a lehetőségét. És én ezt egy sokkal veszélyesebb értelmiségi érzem. Nagyon sokszor történik ez, hogy egyébként végzettség nélkül az emberek most már nagy mennyiségű információhoz jutnak, egy dolognak után olvasnak, viszont annak az információnak nem találják a tényleges helyét, félreértik, mint a kurva élet, félre és konkrétan megerősödnek a tévhiteikben ettől. És hogy én igazából erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a, a Hogyha van az értelmiségének ilyen pozitív, uh, igazán pozitív dolga, akkor az az, hogy ad egy olyan biztos alapot, ami megvéd tőle téged attól, hogy átverjenek, és megvéd téged attól, hogy félreérts információkat. Hogy meg tud állapítani, hogy egy forrás valide, vagy pedig nem az, hogy dezinformációt olvasol éppen, vagy igazi, értékes információt. Meg tudod -e állapítani egy kutatásról, hogy az a kutatás jó minőségben készült -e el, vagy tele van módszertani hibával. Meg tudod állapítani, hogy, vagy tudod azt az általános információt, hogy egy forrás nem forrás, ne higgyél el, el mindent a, csak az egy darab médiumnak, amit éppen fogyasztasz, hanem különböző helyekről informálódj, és folyamatosan validáld az információnak a helyességét. És én azt gondolom, hogy ez, nem csak ebben van felelősség az értelmiséginek, hogy ne lehessen átverni, és hogy megfelelő helyen értelmezze az információkat, de igen, amit Alex te mondtál, hogy abban is, hogy, hogy ezt valahogy átadja más embereknek, és hogy általában a társadalomnak a tudását építse, és általában a kultúrát építse. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladat, és hogy ezt úgy kurva nehéz felvenni ezt a keresztet, ha folyamatosan kritikával illetjük, és rohadt nehéz elvégezni ezt a munkát, hogyha azt gondoljuk róluk, hogy egyébként ők szaremberek, és jobbnak tartják magukat másoknál. Szerintem ezzel egyet kell értenünk és egyet tudunk érteni. Jó, hát ez volt a kulturális szokadék, tehát itt szó volt mindenféle aktuális dolgokról, arról, hogy mire, miről viccelünk, arról, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk a dezinformációk terén, és arról, hogy mit jelent értelmiségének lenni. Szerintem ez kemény volt estére. Nem tudom, hogy mikor fog kikerülni, de, de lehet, hogy érdemes több darabban hallgatni. A lényeg, hogy e, csoki szavait e, tűzzétek ki a ajtókeretre, és úgy menjetek el innen. Úgyhogy sziasztok! 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 Vagy ne a csokinak! Köszönjük tisztelt utasainkat! A következő megálló, kulturális szakadék. Kellemes utazást kívánunk!